replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Direction's hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Direction's hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. We're never getting older. Baby, it's you and I. Find under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Direction's hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. Baby, it's you and I. Itt vagyunk, sziasztok! És méghozzá 436. adásban. Üdv mindenkinek, Matula Gameplay vagyok, sziasztok, itt vagyunk! Na hali mindenkinek, sziasztok, szép estét mindenkinek! Pam, ott is van a taps, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, az a lényeg, hogy ma egy kis érdekes RP, amit még talán egy hónappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy nem, de most meglátjuk, hogy mit hoz a sors, mit hozzak az RP szálak. Hát igen, Melanit fölvesszük, lehet a rendőrségre. És hogy kit hoz magával? Azt meg fogjátok látni, hogyha követitek a streamet, és dobtak egy lájkot, jó? Pam, 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 dobjátok a lájkokat, jó? És akkor már megyünk is fel a szeróra, csak előtte a hangtorzítót bekapcsoljuk, jó? Chat. Itt vagyunk, kezdjük is.
No. Mindig be kell jelentkezni ebbe a... úton vagyunk felé, a cél felé. De még most nem lesz semmi lag. Happy end lesz az élet. Boldogan. Csináljuk, amit kell. És közben... Jön is. Na, hol van a... Itt a hangom. Mindig kell csinálni egy tesztadást, tehát... Elkezdem a tesztet. Sziasztok. Dobjátok a lájkokat, fiúk, lányok. Cső. Hello. Na, mint ahogy látjátok, a 400 is itt is oldalt. 436. adás. Szuper. Haló. Na. Szuper, ez is szuper, az is szuper, és akkor indítom a Fiverr-et, és már megyünk is föl. Pam! Jó. 58-an vannak fönt. Lölölölö. Szia. Üdv a csatornám. Jó régi ismertetés volt ez. Na mi van, mit töltünk már itt le? Két napot nem voltunk, azt hello. Dobjátok a lájkokat, chat. Semmi nem meleg itt most, ugye? Ó, lassan töltünk. Száz. Na. Ugye hallunk egy kis hangot is, ha minden igaz. És ha még nem tettétek meg, akkor a cseten látható linken, Discord linken tudtok csatlakozni a Matula fanokhoz. Hamarabb értesültök a nyereményjátékokról is, stb. Nyanyi. Nem kell megjegyezni. Azt a mindenit, köszönöm szépen, Matyi a 200-at! Köszi szépen! Dobunk is rá egy szívet. Na, ebből tudunk venni egy... egy kenyeret. Egy fél kenyeret. Egy negyedet. Ja, valami ilyesmi. Köszi szépen. Erőt, egészséget kívánok! Kezdünk. Elérhető.
kis laptopaikon állítsák be, hogy elérhetőek. Erőt, egészséget, remélem, sző kapitány 18. Erőt. Erőt és szuperegészséget. Kasszából kiveszek egy bizonyos összeget a lőfegyverek hüvelyének erőt, Bram. Mit akar a hüvelyével? A jaj, nem hüvei, félre ne értsen, lőszert beteszek a ja, értem. Értesült, hogy a mai napon van egy pár jelenkező? Intézni kellene és meghallgatni őket. Tehát igazából, hát igen, részt kellene venni ezen a kis malőrkén. Segítek. Jó. És elintézem a dolgot. Köszönöm szépen! Pontosan. Hát 5-ről hallottam, vagy 3-4, attól függ, hogy menjen. De. Köszönöm szépen a 15 hónap tagságot, Matula Gameplay Fan, ugye Gyuszi. Köszönöm szépen, és milyen szépen. Főnök íroda. És két teget is kaptam egyébként, mert Matula Gameplay, külön fan. Nekem ez a hal, egyébként a Matula Gameplay. Nekem ez itt a... Jó, nem a főnök íroda, mert az... Kinn a hal, itt a gyülekező, itt a közösségi tér. Jó. Megveszem a lőszereket, beteszem a tárolóba és érkezem. Jó. Menjen, csak nyugodtan. Azt mondja, hogy... Jaj, hát erőt egészséged. Jaj, de régen láttam. Mi? Maga eddig is ilyen szőrös volt? Most... Néha kell a változatosság főkapitány. Most komolyan, tehát két nap alatt ekkora szőrt izét magának. Hát, akinek jók a génjei. Milyen gének? Na jól van. Azért, mert nekem jól áll, ez nem biztos, hogy magának is. Ez egyébként így van. Na látja. Na, kedves uram. Ma van egy jó hírünk, mert olyan, mintha nyílt nap lenne, de mégse, de konkrétan annyian fognak megrohazni, hogy nem bírom az öt ujjamon megszámolni majd a jelenkezőket. Erőt. Egy sorban. Vannak ilyen, tanuljuk meg. Az nagyon szuper lenne, hogyha még jönnének. Fognak meg ilyen. Biztos. Sziasztok, moderátorok! Cső mindenkinek! Pihenjenek, kollégák! De ki ez a cső? Uram. Milyen? Az ott a cső mindenkinek. Hát az ott a cső mindenkinek. Hát lehet a főkapitány ilyen PVC csőre gondolt. Lehetséges. Nem, azt akartam kérdezni konkrétan a csővel, hogy ismerem én mindannyiukat? Mintha az úr az nem lenne ismerős itt nekem. Igen, ő új. Várjunk, van kettő vagy három darab, nem, kettő újunk van, ugye? Connor meg Alvar, ezt ismerem. Attól még függetlenül, hogy szőrözték magukat. Na mindegy, jó. Ettől még észre. Ön ki, uram? Na jól. Uram. Jó napot kívánok. Jó napot. John Lemire vagyok. Jó napot. Én meg Ramirez főkapitány, itt a kezem nem disznóláb, ne féljen tőlem, csak akkor, ha van mitől. Hogy érzi magát az állományba? Jó. Hány napját tölti már itt nálunk? Szia, Pandur! Harmadikat. Na és hogy érzi magát? Jól érzi? Jól érzi? Jó. Küzdelemnek érzi a munkálatokat? Connor kollega, ne vicsorogjon, nem tudom mi a gondja most, hát... Na, tehát... Minden rendben van. De láttam, hogy csikorgatja az egész állkapcsát, tehát... Úgy néz rám, mintha... bántottam volna. Nem. Na, azért. Na jó van, akkor... mit mondott? Elemér? Elemér. Na, tehát... Mint az Anna is a Petiből, az Elemér. A doktor úr.
Michael, meg a legyen szíves, akkor megnézni, hogy vannak-e már jelenkezők itt a főbejáratnál, aztán majd meglátjuk, mert ugye nem tudom pontos időpontot, hogy mikor jönnek, tehát ezt nem mondtam. Jó, van, meg kinézek. Köszönöm. Jól van akkor. Önök, ha gondolják, elmehetnek hárban járőrözni, mert ugye ez egy kicsikét itt hosszadalmasabb lesz. Negatív, jelenleg nincsen egy darab személyes a főkapitányság előtt. Értem, köszönöm. Ha gondolják, jó. Addig lehet, mi is elmegyünk Mike kollégával. Mert nem várunk, tehát lehet, hogy egy óra múlva jönnek, tehát nem tudjuk. Majd szólnak, értesítenek minket. Jaj. Mondtam már kollega, hogy addig mehetnek szerintem. Ha gondolják. Járőr? Aha, persze. Szia, Benett! Te vagy a kedvenc videósom. És videósom. Mit te megfogadni, mert itt a hangja berecsege. Igen, azt mondtam, hogy ha gondolják, akkor mehetnek járőrözni. Főkapitány úr, nem szeretne járőrözni? Vagyis de... akkor osszuk fel a csapatot I4-en? Nem, megyek én is addig, tehát nem várakozok, csak én még felfegyverkezek, mert nincs nálam készlet. Rendben. Jó, mindjárt jövök akkor. Jó. Ki szeretne bőni a főkapitány úr mellé? Hallom, hogy mindannyian jelenkeznek így, hogy megfordulok. Mind a hármójuk keze fönt van, ugye? Aha, látom. Ha is arra félkapitány, az én kezem a... jó. Márja, mi a kiának a nevő? Montiel, Montiel, és elemér kedves, mennek a főkapitány úrra. Honorra rá kell nézünk egy beszélésre. És... igen. John Hancock, elemér kollega itt azért megtanulja a kemény küzdelmet itt a... Kilenc. Ez kilenc millis? Kilenc millis. Egy borbélyhoz el szeretnék menni elsősorban. Meg akarom igazítani a kis szakállamot. Jó van. Na hát, hogy ilyen francia büszke, mi nekem. Szóval főkapitány úr... Igazából elnézést, tehát ha azt mondja, hogy nem volt ideje borotválkozni, azt jobban elhisszük. Én inkább azt mondanám, hogy lust ember vagyok. Lust ember? Rád a munkája, nem ezt látom, de ettől függetlenül... tehát... Na. Egyébként, hogyha jó a kis lelkinek, jól áll. Most már mindegy, főkapitány, most már. Elnézést, hogy ilyen szóval sokat írok. Főkapitány úr, itt az elemér kollega, illetve itt a Montiel, nagyon szívesen mennének magával. Nekünk Connorral el kell néznünk egy helyre. Azért megyünk ketten, mivel az egy potenciális bázis. És hogyha rajtunk ütnek, akkor nehogy már itt a főkapitány urat vigyék el, az nagyon, hát, kellemetlen dolog lenne. Uh-huh. Hát komolyan, fejtjük az életét, főkapitány úr. Oké. Okay. Érkeznek az illetők, akkor időbe itt lenyen, jó? Majd jelzem rádióm. Jó, rendben. Jelezzen, és itt is leszünk a Connorra. Jó. Akkor induljunk meg, mert sajnos... Ja, meg jó. Úgy értesültem, hogy az autók megérkeztek, amit rendeltem? Így van, illetve azok már itt az Andy kollégával, már itt el is intéztük őket közös erővel. Az összeset? Mindenki. Az összeset. Jó, de maradt, remélem... Remélem maradt üres maradt, is. Még nagyon sok, még nagyon sok üres van még egyébként. Helyes, mert elég sokat nagyon rendeltem. Sokat. Induljunk meg, uraim, jó? Rendben, Connor, legyek ki kocsit. És akkor... Hát akkor már kiveszem a jeepet, ezt fel kell tudni.
És nem fatwingolni, meg kell szeretni. Ja, jó. Nyugodtan írjatok a cseten, nem kell szégyenlősködni. Kérdésekre a tudok úgy válaszolok, ahogy figyelek rá, gyorsan a csetre. Hát mindegy. Tetszik mi? Amúgy tetszik. Ne utána az olasz bajszod legyen, jó? Ilyen kis kunkori, mint a Petőfinek. Jó. Nem azt mondták, hogy megoldották ezt a problémát? Megkérhetem, hogy picit kiszáll, mert nem tudok beszállni. Köszönöm. Csatolják be az övüket. Monti, nyomjon egy kattintást a személyembe. Mit szoktak mondani rádiózós kamkel indulnak járőrözni? Hogy tanulták? Kollégom, mondjuk csak. Tessék? Itt a kadét kollégának mondtam, hogy mondjuk csak nyugodtan. Hogy tanulják? Vagy hogy tanulták? A személyzetet, a neve és hogy járőre indul és elérhetőek. Így van, hát akkor azt rádiózza be nyugodtan. A rendőr úr kapitánynak és itt a kollégának nevük. Egyébként mindig a vezetőnek a járőr, tehát nem azt kell mondani, hogy John, mit mondok például, egy John Connor, Nagy Ferenc, meg Kis Pista járőrt megkezdte, tehát nem kell, mert ugye ezt látjuk az adott GPS-en a rendszerbe, hogy önök együtt vannak, tehát ez esetben jelezze be azt, hogy Alfa 01 megkezdte a járőrözés, és akkor itt az a kérdés, hogy mi az Alfa 01, ugye? Az ódom is a egységnek a száma. Nem, az az én egységszám, az Alfa 01 az a főkapitány jelszáma. Jó, ja, nem rendőrség? De várj, megkérdezzük azt, mert Alfa 01 megkezdi a járőr. Rendőr úr, elnézést kívánok. Várjon, már lehúzom az ablakot. Tessék, mondja. Gyorsan. Az előbbiekben... Húzd már az ablakot, ha? Várja már, bassz meg. Húman. Tessék. Tessék. Az előbbiekben, ott a rendőrség melletti kis utcában elhaladtam előre. És egy rendőr jeep, és egy rendőr jeep, már fogd már be a pofát. Jöjjön be főkatipány úr, nem? Vissza le! Jó napot kívánok, ilyen. És egy jeep ott jött, egy jeep szembe jött velünk. Fogd már, Melanie, kiszáll. Jó, Mano! És egy jeep szembe jött velünk, a fog... Vigyázz a szemelésre, vagy az izékre. Kurvára behajtani tilos, és a rendőr még rám villog azért, mert ő jön szar helyen. Na most akkor ez hogy áll? Várja már, az volt kirak, hogy kurvára behajtani tilos. Ha parasza van a rendőr eljárása során, akkor nyugodtan jelezze ezt írásban. A kapitányságon. Rendőr úr, mi jár azért, hogyha valaki mondjuk megver egy buzit? Mi a plázában megfogták a balcicimet a múlt? Teljesen mindegy, hogy tehát más nemi identitású embert vernek, meg ugyanaz a szankció jár. Tehát a 8 napon túli sérülésért... bűncselekmény követel az illető, és eléggé nagy büntetésre számíthat, ha elkapják. Az a baj, gyerekként mindig megvertek, és már immun is vagyok rá. Másfél nap alatt meggyógyulok. Értem. De nagy gengszerek voltak, nagy gengszerek, mert volt köztük egy csomó izélet, ilyen pingvinek, meg minden. Ilyen rókamaszkos voltak, meg kutyamaszk, meg ilyen. Mindegy, a másik téma pedig, már hogyha itt említettem, mögöttem lévő, Transformers, hogy van-e magukhoz tagfelvétel? Így van, jönnék, szeretnék én is. Mindig van, mindig. Bírálj mód. És minket fölvenne, uram? Hát attól függ, hogy átmennek a vizsgán. Ott, bármikor. Vizsga, sima liba. Akkor kérem, kövessék a járőr autót, jó? Rendben. Oksi. Elnézést, főkapitány úr, nekem egy pillanatra, egy olyan 5 percre el kéne aludni. Jó, megyünk vissza a rendőrkapitányságra, ott aludjon, jó?
Jó rendben. Nyitom az ajtót. Kérhetem, a túloldalra parkoljanak már, jó? Oda a túloldalra. Hova? Jobb kormányos, hát, hátra, mert itt... jaj, kezdő csókolom. Maga is itt van. Jó napot kívánok. És randolni jött? Én is a hirdetésre jelentkeznék. Ó, hát... így váratlan. Váratlan. Mutatom. Mutatom. Igen. Hát, hogy így, ez vagyok én így. Na, ne haragudjon, mert ez a belépő. Hogy mondja? Ez a belépő, úgy gondolja? Igen. Hogy? Hát, csajom. Igen? Lenne itt, még kaptam egy üzit a telefonomról, hogy még vagy egy négyen jönnének. Tisztelet, csak szanaszéjjel vannak, ha egyik lekést a buszt, meg ilyen. Ajjaj, hát akkor meg kéne várni őket. Hát majd ide jönnek, aki, gondolom. Aki lemarad, az kimarad. Nem amúgy, megvárjuk. Hát, hogyha elad Katipányira barátjával, mi történt? Melyikkel? Beszélgetett a képzeletbeli barátjával, vagy is oda? Az gyertyát, szentelt könyvet. Köszönöm szépen a tüzeket. Na mindegy. Akkor lehet, kérem, hogy kövessenek, jó? Tehát legyenek szívesek követni. Jó napot, van egy erre egyenruha, nem biztos, hogy van. Szép napot. Ha esetleg sikeres lenne. Hát nem is a cickóra gondoltam. Elnézést. Mi jöjjenek, kérem. És erre a segre, uram, erre a segre van ruha? Nézze már meg. Hát, még jó, hogy tehát farmer nadrágot használnak a kollégák. Ugye, a kollégák is sátoroztak annak jöjjenek, idején, jöjjenek, csak jöjjenek. Kérem, jöjjenek, mert nagyon sok dolgunk van. Ha még sikeres is lesz talán. Te halad, ez mozog. Én nem tudnák... Itt, hála Istennek. Itt kérem, jöjjenek el utána. Jöjjenek, mert záródnak az autó, a ajtók. Írt az izé, kalap. Kérem, köszönöm. Nyugodtan foglaljanak helyet, jó? Oda is lehet, ide is lehet, csak ide a székre nem, mert ugye ez az én székem. Igen, már külön vízük van, azt figyelme, meg azért fosunk, mint a pelikának városi víztől, azt nézd meg. Helyesbítek, tehát ez az én vízem, tehát. külön vízem van? Bocsánat. Igen. Azért nem mindegy. Mári, Bobi. Hallod, még egyszer meglöksz, felruglak. Jelezném itt a... Vezér, ja? Pont itt van. Kapjátok be. Hát... Ülj a földre. Megérkeztek, és még lehet érkeznek is, tehát... Még egy kollega érkezik. Ki tudna jönni egy percre? Három, biztos. Kis türelmüket kérem. Persze. Én is menjek. Aksi! Hallod, milyen baj szabott Pedrónak lett? Úristen. Jöjjön már ide egy percre. Na, kapitány úr. Úristen. Ki az a teres férfi ott? Az ki a tököm? Az kicsoda? Természetesen a rendőr ruhájába tökéletesen felöltözik, ez nem fog látszódni. Mert így nem fog közlekedni. Ja, elsősorban ők a első jelenkezők. Nem biztos, hogy a külső alapján kell egyből ítélkezni. Elméletileg mindegyiküknek van, hogy is mondjam, tehát végzettsége, tehát már rendőriskolát egyszer kivégezték, csak hát... Ja, jó, oké. Vagy lehet nem a rendőriskolát végezték ki, hanem a... Bocsánat. Jó, igen, jól mondtam. Tehát nem ők végezték ki, hanem a rendőriskorra végezte ki őket. Ki őket? Mind a hát érté, tehát igen, fura az egész, de... Na, tehát rendőrakadémia, kb. Hát azóta szűnt meg, igen, amióta ők utoljára eljöttek. Még megjön a... Ez nem durva. És...
Jó, beszélgessenek kicsit ma. Egy pár szót adok önnek is, ott lehetőséget, beszélgessen el velük. Ha úgy gondolja, hogy... Maga nem akar jönni egyébként? De befogok én is, csak maga is beszélgessen egy kicsikét. Tehát napi szinten dolgozunk majd velük együtt, úgyhogy ha sikeres, akkor jó lenne, ha összhangban lennék. Konor bejöhet velem? Lesz majd másik játék? Hát C2-zni szoktunk még. Még egyszer? Bejöhet? Konor bejöhet velem, kap engedélyt bejönni. Így van, Konor. Miért akar bejönni Konor? Hát... nem tudom, lehet felismerni a személyeket. Habár... Irány úr, érkezett még egy ember, beengedhetem. Igen, engedje meg. Milyen hang... ezéje, mikrofonja van ennek a... Igen, rádión keresztül. Szerintem valószínű, hogy ki kellene cserélni. Valószínű, hogy szólok rá, akkor bemegyek beszélgetni velük, jó? Főkapitány úr. Hozzá a másikat, akit most engednek be, jó? Jó, hozom. Na, itt vagyok, elnézést. Szia Zoli, hát gyere már, itt várnak téged. Így van, egészséges vizek van. Ha minden igaz, még valaki érkezett, mindjárt a kollega hozza be, bár nem tudom ki ez. Könnyen már... lesz, kalap lesz szerintem. Úgy hallottam, hogy csak hárman érkeznek, hát négyre már nem biztos, hogy van helyünk. Hát itt jön sok, ez kalap. Szeretem, tiszteltem úgy volna. Számos kalap, jól nézek, ki mi a helyzet? Szép napot. Üdvözlöm. Ön mire jött? Jó napot, a takarítóállásra? Hogyne. Csak azért, mert tehát az első egyetlen egy dolog, amit a rendőrségen sajnos nem engedélyezünk, hogy az arcon tetoválás történjen. Le tudja ezt maradni magáról, sósabbal? Persze. Ő csukásokhoz akart jelentkezni, rohamoztakhoz, azt mondta. Ja, hát akkor ez nem jött. Még rosszabbul járt volna. Mert akkor éjjel-nappal a fejé lett volna a szopó állarc, és akkor sajnos még levegőt se kapna. Na jó, de ha meg tudja oldani, akkor ez nem probléma. Majd orvosolja. Nyugodtan persze. Foglaljanak helyet, mert sokkoló állapotban lesznek perceken belül. Ki? Még mindig rohadt ronda vagy, amúgy ne haragudjál már meg. Fogd már meg. Igen, uram, tessék. Jól vannak egyébként? Van, egy kávét vagy jött. Bármit esetleg megkínálhatom önöket. Hú, elfogadok, igen. Hú, egy dupla csak is frappé. Jó, ez csak, ez csak jó indulatból, de nem komolyan gondoltam. Ja, azt rendben. Köszönöm, nem kérek. Jó indulatból. Köszönöm, nem kérek én sem. De hát így gondoltam, köszönöm, de mindjárt hívom. Kollégák, legyenek szívesni, legyenek szívesek négy kávét behozni az irodámba. Köszönöm. Kikéri cukrot is hozzanak, vagy tejet is? Azt hát majd hozzá gondolják, kész, mit gondolnak, mi ez vörös kereszt? Ez egy rendőrkapitányság. Milyen kávédre gondoltak az ura? Sima. Hosszú feketét. Hosszú feketét. Feketét. Ja, hosszú feketéken is baj. Az jó lesz, gondolom. Az jó lesz, ugye? Kis tej mehet bele. Jó, azt majd kollega majd nyom bele. Esetleg ha túl erős lenne, akkor ott esetleg egy kis vízzel tudják kiégítni. Még pedig még mondták is, hogy majd hátha jönnek. Ez így van. Elnézés, jó reggelt. Néha előfordul, hogy állva elalszom. Semmi... hosszú feketét kérsz-e? Hosszú is és fekete is? Mondasz, hogy nem merítve melletted. Akkor nem. Rövid fehér nincsen? Most nem, már hozzák. Már hozzák a... Engedje meg, hogy... Kilettek zárva. Valaki. Annyi egy kérdés, hogyha sikeres lesz a meghallgatás, azonnal menjenek el varrónőhöz, és próbáljanak rendőr ruhát magukra varratni, mert ha nincs erre magukra való, akkor sajnos le kell fogyni. Hogyne nem. Köszönöm. Már jó. Majd Konor segít. Ugye, Konor? Persze. Köszönjük, hölgyem, fogy a szegészség. Köszönöm szépen. Nem a McGregor egyébként. Meg is kossalom. De képzék. Istenem. Ez fehér csak is shaken espresso? Ez hosszú fekete. Így van, hosszú fekete csipet. Én úgy gondoltam, hogy ez mindenkinek jó lehet, úgyhogy nem válogatunk. Tehát... Persze. Babó is szereti, ha hosszú és fekete. Állítom. Hát már ha az jutott, akkor... Addig jó, amíg nem nyerít. Mindenkinek van
Mindenkinek van itt rendvédelmi végzéssel, ugye? Tettek, ugye? Én megkaptam önöktől a papírt. Tehát... Van bármire szükségük, még az uraknak vegyeknek. Majd egy szendvicset készítsen elő, mert itt perceken képzésre. Belül mindjárt elájulnak, szerintem. Én régen voltam a hadseregben is. Igaz, hogy szokkás, de hát az is katona. Igaz. Konyhán az is katona. Gyorsan elmegyek venni hozzávaló a főkapitánynak a boltjára. Ugye milyen jó vagyok fogkepével surolni padlót? Már 3 hete lejárt az a szendvics hozzá, azt jó. Az jó lesz nekünk. Na, inkább megkínálom magamat egy hambival. Inkább elintézem házon belül. Mert a gyomrodat régen nem válogatta ennyit. Az utcakul kell. Most, hogy frissen készített szendvicseket hoz a kollega mindjárt. Ja, a matula shopból. Hű, lazacos van. Főkapitány, hogy egy pizza matulod egy hétel asztal egyébként. Határozottan ideig nálam elérhető kiképzés miatt. Igen, legyen szíves, köszönöm. Sonkás gombás. És négyzetméteres vagy? Én betúrom a sonkás. Sima. Sima 16-os. És készül rólunk ilyen fotó is? Egyébként ja, nyugodtan az összes kollega, aki elérhető, az nyugodtan bejött az irodából, hogy addig nem unatkozol, jó? Mert egyedül nem mehet senki, jó? Csak nem kell menni hozzá a Nyíregyházára, remélem. Fotó, akkor lelövök pár fekvőt, mert ezért bekendén durranjon a kar, tudja? Már ha fényképezkedni semmilyen. Hosszas bicikli belső, földurran egy 21 félre. Ó, fényképezkedni jöttek. Na, akkor már kollega, átadom önnek a szót, jó? Tehát térjünk a lényegre, amiért itt vagyunk. Már pozzolok is. Jó, szóval... Kicsipeg a majonnáz. Üdvözlöm itt a újoncokat. Még Fischer vagyok vezérőnök pozícióban. Te a drága főkapitány úrnak itt a nagy balos jobbosa. Milyen? Jöttek ide. Töszítés, felütés és leütés. Ne úgy gondol, úristen főkapitány úr. Most a golyóira gondolt? Nem. Arra gondoltam. Máj kollega, ne égessen már le itt mindenki előtt. Nem, sajnálom. Elég, nem, ha jobb keze mondtam. Vagyok. Nem, azért mondtam. Vagyis maga. Így van. Érdekes. Ebből már nem fognak jól kijönni, de mindegy. Nem, eddig se jöttem. Szóval itt mindenkinek van elvileg rendvédelmi tapasztalat, szóval ez lesz, nem is lesz különösebb probléma. Fix info. Hát már hazajövünk. Gumibotot fogtak milyen már, remélem. Milyen iskolában végeztek? Én aikidóztam sokáig. Hát az aikidó az az orosz haditechnika része, egyébként ott tanulnak. Hát sose volt az aikidó orosz. Ja, meg ilyenek, persze. Na igen, a másik meg szolgálatban nem iszunk, remélem mindenki tudja. Hát sose. Hát akkor itt az alapszabályokkal mindenki tisztában, ugye? Persze. Nagyon szuper. Azt ilyet nem mondhatná. Bocsánat. Tudjuk, csak hogy az öregcsecs hullámosszal legyünk, tudja? Persze. Mesélnének magukra egyébként, hogy maguk ilyen, hát itt érzem, hogy családos hangulat van. Barátok vagyunk, szoros barátok. Szoros barátok, értem. Ja. Hát azért mondjuk őt találtuk a parton. Igen, őt mondjuk a parton találtuk. Ez egyre érdekesebb, farton találtak valakit. Ha túl sok emojit küldesz, akkor a mexikói határ felől, akkor sajnos izé. Vele, ezzel a zöld hajúval, vagy megfújom én azt a két barthel. Nem szükséges, innen is érzem. Ebben biztos vagyok. Akkor jó, tehát tudom, mert rágyújtani nem lehet mellettem, mert robbanunk. Természetesen a rendőrség épületén dohányozni nem szabad, tehát amelyik őjük dohányzik, akkor azt felejtse is el, jó? Hát a rendőrség épületén kívül, igen, de ideben nincs lehetőség. És cigi szünet van? Természetesen, hát, az, tehát amikor kint járőrözik, van le. Na, tehát ez az én irodám, tehát még mindig, tehát... Ott kint láttam. Milyen jó szeme van, hát, na majd akkor magával van, majd el... Biszkit? Ital sem beti meg a főkapitány úr. Szóval, ott van jobb oldal. Szóval az a lényeg, hogy az a vendégeknek szoktam osztogatni, nem gondolja, hogy iszok. Na akkor tessék már önteni egy kicsit. Hagy kóstoljuk meg. Most dolgozni jöttem, vagy inni? Vendégek vagyunk. A jobb kezét beszélt. Igen, a hallgassuk végig itt a... Milyen jó kész? És maguk poénkodnak? De Isten meccs. Nem jó poénkodni. Csak mondom. Hát azt mindjárt elnevetni magam. Dehogy is. Ja, igen, hallgassuk. Ja, szóval... Nem, amúgy tetszik a bajsza. Köszönöm szépen, mindenki megérti. Lenyelhatja a tejfölt róla. Szóval itt a ORFK területén ugye tilos a dohányzás. Térfigyelő kamerák vannak benne is kinni, szóval utoltuljuk jönni az embert.
Orrafkád, minek a rövidítése? Országosan több főkapitánysának a rövidítése. Ja, csak meg mindenhol angol feliratot látok, meg minden. Igen, mert ugye az Orrafkát azt nem... Vegyes tüzelés. Miről beszél maga? Micsoda, micsoda? Nem tudod, mit látok? Van polisz, rendőrség, Orrafkát. Egy 2023-as top érdemérmet ott a falon. Nagyon jól látja, azt én kaptam 2001-ben. Az igen. Meg ott a város. 23-as kapta 2001-ben. Ó. Hát már lőre lezsírozták, tudod? Jaj. Ember. Az úgy elég, az korrekt. Nem, az szerintem összekeberte, ott van 21-es fölötte, vagy melyik. Az elődöm, tehát az elődöm. Így már érthető, ugye? Előd? Hát az előttem lévő szolgálatú. Ki anyám? Google ezt neki problémája. Látom, ott fönt van egy csengő egyébként, a szünetet ott az a csengő jelzi, majd mind az iskolában? Nem, az a veszélyes riadó. Nem, a riadót jelzi. Akkor jó. Ja, azt hittük, majd kicsengő van, azt lehet menni szünetre. Itt nincs kicsöngetés. Itt maximum én csöngetek. Susu polancs. De ugye nem olyan csengővel, amire az van írva, hogy szex is akkori csengő. Nem. Jézus. Hát ha behozzuk, akkor az fog csöngeni. Nem fog ilyesmi, semmi ilyesmi csöngeni, nem fog. Na, akkor elsősorban is... Figyelj már, pacal fejű, rezgett a telefonod, nézd már. Fogd már be. Jó, tehát igen? figyeljünk arra, hogy elsőnek mutatkozzanak már be, jó, mert még a nevüket se tudjuk, teljes nevüket, jó, mert ha nem sikerül, akkor azonosítjuk magukat, mert elsősorban ez nagyon lényeges. Aha. Hölgy az elsőség, úgy vagyok vele. Tisztelettel, Luna Valverde vagyok, 25 éves, bombázó, nagy seggel. Igazából ennyit tudnék magamról elmondani. Köszönöm figyelmet. Hát figyeljem. Oké. Mit mondott Alvarez? Vagy mit mondott? Hű, tudtam én, hogy itt van egy kis kígyó? Valverde. Ja, Valve. Mit válsz, vetve? Vetve, Habsburgba harcoltam, én is Valverde. Valverde. Olyan, mint a csupa csoki. Csokkapik. Valverde. 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 V-A-L-V-E-R-D. Valverde. Valverde. Lunia. Luna? Vagy Luna? Luna? Spanyol. Punaja. Mexikói spanyol. Na jó. Mindegy, hívhatnak Punának, Pinál, mindegy. Ti vertetek el párinkát pár évvel ezelőtt, mi? Nagy partaszállások, meg ilyen. Na, mehet tovább. Mutatkozz be, kedves Melanie. Ja, hellők a szép fiúk. Melanie Wonderful, ex-kommandós, karatemester feketőbes. Ne kapkarodjon itten. Kapkarodjon. Kibicsolik a bokájában, nagy magas sorkú. Hát, tudja ugyanak rajta, hogy országány. Kapikája. Megnap tisztelettel megijezném, stabil vagyok, mint a romallei. Az legyen. Egyébként jó, ezt el kell vagyok. Felejteni, ezt a magas sarkut, ezt most megmondom. Volt férfi erővel megáldott nő, a lelkem mélyén egy kisgyerek, és azt nem akart, szeretik. Én azt akartam kérdezni, hogy nem kötegelésben meg ilyesmi, csak ugye, itt a terhes. Tudja mit, mindjárt kitúrom itt a bugyimból a papírt, és odaadom, jó? Uram, maga részt vett a bioszórákon, azért hagyd kérdezzem már meg. Részt vettem csak itt Transformers. Elmondta magáról, hogy férfi volt, és megkérdezi tőle, hogy terhesen. Maximum gondterhes, én értem. Hogy fejlett már az orvostudomány, de ennyire nem. Jogom ma azt téged, mit nem lehet junior a Melanie sajna. Ja, Bobby Witzwicky, mi? Ki, nem bírom már. Pillanat már fordítva tartom, hogy tudom. Dobjátok lájkot, chat. Illetve azokat a műkörmöket majd. Micsodit? Műkörmök ott a... Ez a sajátom. Igen, csak tudja, hogy fog vele pisztolyt? Hát itt tározott, beleadod a körbe. Én magam vagyok a pisztolyt. Nekem ne adjanak pisztolyt. Ha segget tudunk vele törölni, uram, a pisztoly az már a gyerek játék. Isten. Jó. Lássa, uram. Nem mondom, adom is. Papírt, bassz, meg dugd fel a segget. Tessék csak megnézegetni. Nagy levegőt, jó, Mike kollega, nagy levegőt. Ezt mondja, hogy beszúszál. Uram, beszív, szálljon ki, fúj. Spirituális oktató is vagyok amúgy. Hatmanos. Utas harmadik évőben látod, oda visszanéző. Mondom. Szóval ne tessék aggódni, ha női elkövető van. Én úgy elányulok, megmagyarózom. Akarom mondani, átmatozom, én nő vagyok.
megmotozhatom. Egyébként... Értem. Most rezgett megint a telefonnál a pacal fejűnek. Állítom, hogy valamelyik kollega írkál neki. Ki biztos kim van, csak nem engedik. Jó, visszaadom ajánlom. Hallod? Szóval most kell dolgáznod? Valverde, figyelj már ide. Majd itt... Csak bemutattam itt a nevet. Jött valaki. Engedi valaki? Ki jött? Jó. Itt szól a csipogója ennek a faroknak, csak nem hallja. Látod ott az üzenet? Aha. Látom, hát. Ja, látom. Cső, engedjetek már be a faszom, legyen a fogja. Ja. Bocsánat, azt nem akartam. Jött még valaki, igen. Igen. Még ide? Conor. Maguktól? Persze. Igen. Egy ember kint. A krém, a krém, de még van vagy három, csak mondom el. A egyik az izé. A napnál fűtő, nem jó, erre. Következő ott a túloldal, vagy itt a jobb szélső. Nekem mindegy, melyik őjük kezdje a bemutatkozást. A Vitviki, mutatkozzál be, Vitviki. Jön az úriember. Én vagy el, tiszteletem, Johnny Bob. Tisztelegjél már. Majd esetleg akkor a Conor kollégával az őrmester. Johnny Bob, igazándiból. Tapasztalat az... Kérlek, egy 10-9-et, mert nem értettem. Én is értem. Butogatja a 12-es rombolóját. Tisztelegé, mondom, ne spárlátjon be egyben. Mondja, Bobos, gyerek fel. Most ugyanúgy áll csak a kezem ellen. Pofám leszakad. Szép napot, elnézést a késő. Jó napot. Jó Isten. Engem ő tiszteletben. Hol hagyta alá? Ideje volt már, ide csaszogjál. Hol hagyta alá a fejét? Már ne haragudjon. Didig, jaj. Lopakodó üzemmód, ugye ez álcázás mestere itt a kollega. De. Jó, ezt majd orvosolni kell. Középső neve katalizátor. Nem fog férni a ruha, halljátok-e. Azért nincs. Jó, a sportolag, elkezdtem, a sportember vagyok, azért hiszem, most tömegelek. Azért vettem. Jó, négy kulcsit veszel fel, mert tömegelek. Több komolyság. És bőrkabátra mellé. Há, hogyne. Jó, oké. Jó, ön uram. Mondjam, én Seedhead vagyok. Még egyszer? Mi? Mit szívják ki? Seedhead. Itt ki? Hát ahogy ne mondjuk. Most beszóltál főnök. Jézusom. Uramisten. Már bekezdett. Seedhead. Az a... Huha. Hellfield. Hellfield. Seed. Ide a hal. Ez ném. Itt ki a hal. A fasz. Selfie? És minek becézik? Hellfield. Pingdi? Kalap. Hívják Willi a fog. Na jó, majd ami eszembe jut, uraim, jó? Tehát, vagy hölgyem, vagy... Így, csak nyugodt. Jó, és mi akkor utólag érkezett úriember. Önnek már nem jár kávé, meg késve jött. Jó napot kívánok. Jó napot. Köszönöm szépen a megkínálás. Köszönöm, nem kérek. Nagyon szeretem a kávét, de most nem vagy nem nincs szükségemre. Köszönöm. Patrick Ryan lennék. Meg kell, hogy valljam. Mit mondott? Még egyszer? Köszönöm, hogy itt... Patrick Ryan vagyok. Patrick na, Ryan. Ez egy értelmes név. Kapok a Mekiből. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hozta a kollega. A Mekiből, ez ám a luxus. Nem, azt hoztam egy kis étel. Kínálja meg. Éhesnek mondjuk éhesnek. Önöknek hozták, önöknek hozták. Most a legfrissebb a matulasokba jött a finom szendvics. Ez kurva drága az a matulasok, azt mondja. Hát akkor legalább értékelje, hogy mit kapnak. Egy hete lejár. Ez a matulasokból jött? Igen. Ez a uram, a matulasok, az visszaadnám. Nagyon finom, csak volt benne egy kis szél. Tessék. A legkorábban, akkor borotválja már le magát. Nem tudom, ezt a csupa rosszat hallok róla, az a baj, a romlaságot árulnak, meg ilyenek. Köszönöm. Nem, az egy dolog, hogy hétig árulja, de hát attól még eladja. Hú, ez mentes. Minden mentes, se íze, se bűze, se jégkocka. Köszönöm szépen. Rám meg rám fér a fosás, mert mostanában nagy a hasam, úgyhogy be is vágom. Kis gusztusos. Jó, Istenem, nem bírom. Köszönöm. És tessék, itt a sékje is. Maradt az úrnak is. Én nem kaptam séket, haló. Odaadom. Nincs, hogy nem kapod sék. Most. Adom, én kettőt kaptam. Jó, hát ez tényleg instant fosás itt, lesz. Jó, itt van, tessék, hoztam ezért őrnagy úrnak is. Egyébként olyan fura érzésem van, nem akarok beszólni. Olyan, mintha valaki stírölni már, vagy fél órája a senkemet. A perverz állat. Ezt a főkapitány is. Kollega. Itt az úrnak is hozottak ki, utólag érkezett. Nem hallja, nem hallja. Köszönöm. Akkor mutogatok, értek a nyelvükön. Köszönöm ezt a séket meg is. Akkor átadom az úrnak is. Jó, titkos! Köszönöm. Tessék! Elindult köszönöm szépen, köszönöm! Ez a mi nyelvünkön azt jelenti, hogy
Üdvözöllek, testvér, gyere be! Így is van. Köszi az öcsit, szép fiú! Szívesen. Istenem. De az jó bát, az a hambi van. Meg kell néznem ezt a hamburgert, hogy ez mikor lehet. Sisakot tart, azt a sisakot... Mintány úr, honnan? De engem egyébként még az is érdekelne, hogy az a torta, hogy a faszomba lebeg ott a levegőbe. Ezt a kettes izé, a polcsra hozta. Hú. Az... ilyen CGI. Na mindegy. Zöld háttér, mi? CGI, igen, igen. Ó, értem. Na, jó, kezdjük akkor. Még egy pár kérdést föltesz. John Hammer, Adél adja a szolgáltat további a szolgáltat. Úristen. Veszünk neki egy új rádió. Azt akartam mondani. Ja, illetve főkapitány Spakli is van, le akarja rakni az orvostéri vizsgát. Levizsgáztathatom? Akár most mindjárt megnézem az órámat. Aha, 13 percük van, jó, a vizsga letételéhez. Jó, köszönjük. Az igen, nem a szoros menetrend. Nem a szoros menetrend. Spakli úr itt van. Spakli. Jó, Mike kollega, tegye fel azokat az iszonyat nehéz kérdéseket. Természetesen aki tud válaszolni rá, az felvételt nyer. Aki nem, az sajnos nem. Az leves. A szúrópróba szerűen? Mert a... szúrópróba szerűen, értelemszerűen. Mi is oda alapján? Szúrópróba szerűen. Jó. Szóval, a legtrükkösebb kérdés. Szolgálatban vannak. Szerda. És egy főkapitány ül mellettük, vezérőnői pozícióba esetleg, de vezérkari pozícióba. Aha. Most akkor tisztázzuk le, hogy milyen rangba. Mert most elmondott hármat. Tehát vezérkari. Igen, igen. Mellettünk van. Főkapitány vagy vezérőnői pozícióba. Tehát vezérkari pozícióba van. Kiadja a parancsot, őt az a civil, aki az ebben áll, azt maga lője le, és tegye el lámbolom. Mit gondolok, ilyen esetben mi a észszerű döntés? Hát én először visszakérdeznék, hogy de katipány úr, hát ez azért nem így működik. De nem. Igazándiból két oldalú ez a kérdés. Ugye? Hát megtenni semmiképp nem teszi meg az ember. Embereket védünk. Itt veheti az ember ezt parancs megtagadásnak, de hát akkor az az adott munkavállaló azért fejlentést lehet a kapitány jelen. Tehát olyan kért, amit nem tehet meg. Írja már ki még egyszer, hogy nem elérhető a rendőrség, jó? És ezt ilyen 15 percként. Köszönöm. Nem ölünk meg senkit. Rádióra. Hát, ha gyilkolászni akarok, akkor elmegyek egy ilyen szóval, Burger King-hoz. Akkor mi a helyes válasz? Mit kell ilyenkor tenni? Nem. Jelentem a bíróságon. Helyes. Következő kérdés. 20 ezer az 20 ezer. Ha egy civil fél rám... Nyugodtan bejöhet, kollega. Ne unatkozzon, jó? Jöjjön be. Egyéb más szokat alkalmazni elő. Kicsoda? Aki civil, aki félre, így van. Mit tesznek? Ilyen esetben ezt minek lehet nevezni? Hát ez sok mindennek. Hát ez konzultációnak, és akkor szakszerűen felszólítom nap. Megmondom neki, öreg apjával beszélgessen így. Hogy legyen kedves normálisan viselkedni egy hatósági személlyel, én is megadom a tiszteletet, elvárom magától is. Wow, Melanie, működik együtt, szépen kiszedem az autóból. Mondtam én, hogy rendőr. Nem. Az, kiszedi az autóból és a többi az már nem jó. De a szóbeli inzultáció az remek válasz volt, ezt kérdeztem, bőven elég. Próbálom nem felvenni, uram, jövök le a gyógyszerekről. Szokjon is. Jó, szóval, egy figyeljünk a már oda. Tehát azt amit... szokjon, majd utána. Úristen. Mike, jó? Tehát egy valamit tisztázunk, ha én beszélek, akkor senki nem, jó? Tehát Mike kollega kérdést tesz föl. És egy ember válaszolhat. A kedves Melanie nagyon jól válaszolt az egyik kérdésre, úgyhogy ő, neki már sikeres a meghallgatása. Viszont önök négyőjüknek még négy kérdés föl fog merülni. És a kérdésre feltett... De válaszoltam egyet helyesen. Még egy kérdést tett föltéve, ön csak belebeszélt. És még nincs vége, jó? Tehát Melanie álljon át a sötét a másik oldalra, ide felénk, jó? Mert ön már rendőr lesz. Rendítsek! Már most elnézést, kapitány úr, de...
Nem egy nézem kérdés. El, nem lenne, nézem el, lehetséges. Tehát egy kérdést tettünk föl, ön elkezdte Melanit kijavítani, vagy bővíteni, folytatni, teljesen mindegy. Bizony. Melani és kezdte akkor az első el. Kérdés az mi volt, beugrató? És akkor most jó, maradj már, jön a következő, következőre is. Jön a következő kérdés, feltett kézzel Mike kollega fogja kiválasztani, hogy ki fogja megválaszolni. Aki nem teszi fel a kezét, az is megválaszolhatja. Jó, kezdjük el. Hú. Szóval, mondom a kérdést. Mindenféleképpen felveszik a fiúkat, meg a lányok, lányt. Jelenleg egy üldözés történik, üldöznek egy gépjárműt, ami nem áll félre, és veszélyezteti mind a lakosságot, mind a rendőr kollégák életét, és elkezd lövöldözni hátrafel a rendőrkocsira. Ilyen esetben mi az a fontos, drasztikus lépés, amit meg kell tenni? Kedves Bob kollega. Tehát, hogy a lövést intézett irányunkba. Tehát lassítunk, olyan távolságot tartunk a gépjárművel, ami bennünk nem nagyon okozhat kárt, gyanítom. Eddig jó. És a további intézkedés? Egy van. Hát rádióforgalmazást intézek a kollégáknak, erősítést hívok. Aztán, ugye ha megérkezett az erősítés, akkor közelebb megyünk, megpróbáljuk. Tehát városon belül igazándiból pitmanővert nem tudunk alkalmazni. Annyit tudunk vele tenni, megpróbáljuk városon kívülre üldözni, ott lehet több manővert is csinálni, városon belül dobozolás Twitch szóval, oldalamra is csatlakozzatok, azért megnehezíti egészen ezt az egészet az, hogy ugye folyamatosan lőnek. És az erősítés hívás előtt... Rögzített üzenetben meg megtaláljátok a csatornatagságot, az azért jó, mert 599-ért már live-ra tudtok menni, és egyből vissza tudjátok nézni, a vidinyókat, meg olyan videókat, ami egyébként csak a tagoknak szól, és még dedikáló kártyát is kaptok. A sofőr az nem lő. Szuper, és kér engedélyt a rádióforgalmazáson a tűzparancsnoki rajtásához? Nem. Szuper. Jó. Jó, ez akkor Bob, ön átment, ön is lépjen át hozzánk, sikeres önnek is. Tehát látszik az én Mike kollega, hogy rendőr múltjuk volt az illetőknek. Ugye? Hát, tehát ja, azért hát hogy itt azt mondták, hogy van rendőri végzettségük. Hát van, hát azért, tehát úgy gondoljuk, hogy azért. Kicsit álljanak már össze, legyen szíves Luna, és igen, így köszönöm. Jöhet a következő. Azért ne sikoljatok ennyire. Az biztos. Aha, Luna, jó. Járőrözik jelenleg egy adott csapat, két személye, egy vezető, illetve egy anyóson, és a városba bemennek a publikba, ott járnak egy gépjárműt, amiben van egy személy, betört ablakokkal, mintha lövésnyomok tettek volna, és bennül a sofőr. És ilyen esetben mit tesznek? Mi az első dolog, hogyha oda mennek egy ilyen járműhöz? De hova jelent az Ace Combine? A Patrick. Tudom rá választ. Tippelném inkább, nem mondom el azt, hogy biztos vagyok ebben, de... Hát... biztosan bejelentem rádióban, hogy van egy ilyen gyanús jármű, és leigazoltatnám majd, nem tudom, hogy lehetséges-e ez, de átkutatnám az urakat, hogy esetleg nincs náluk valami fegyver esetleg, amiben belekerülhettek. Uh-huh. És hogyha rossz, például... Nem. És hogyha például olyan állapotban van az urénben, mint magánál van, viszont vérzéseket szenvedettem, tehát mintha megölték a bal vállát, vagy a jobb vállát, akkor hogy kezdi el az elsősegét? Milyen dolgokat tesz, hogy stabilizálja az emberkét? De hát egy lőtsebe van, és a golyó, az a vállán átment. Tehát nincs benne. Nyomókötést alkalmazom. Nyomókötést alkalmaznék, igen. És oké, jó, illetve és a nyomókötés előtt milyen eljárást igazosabban? Fertőtleníteni kell. Nagyon szuper, és mivel fertőtleníteni, hogyha tudom én például... Nem is hallatodik, hogy... nincs magánál betadin. Alkohol, bármilyen szesszel. Jó. Szuper.
A nyomókötés elvégzése után végzett maga szerint a elsősegélye? Nem. Ki ad a mentőt? Átadjuk a mentősöknek, felhívom a mentősöket, hogy átadjuk neki. Jó, rendben. Jó. Ő kapitány úr. Köszönjük a válasz, ez egy jó válasz volt. Átállhat ön is hozzánk. Gratulálunk. Köszönöm, köszönöm szépen. Hát az igen. Köszönöm, köszönöm. Mondhatjuk csupa ész volt ámba, csupa ész volt. Nem érkeztünk itt ismerkedni, még nagyon gyorsan jöttem, mentem. Sziasztok. Jó. A... Ha nem adtunk pocsit, nem. Következő kérdés. Picit úgymond kifejtősebb lesz, tehát ezt bővebben kell majd megfogalmazni. Behoznak egy elkövetőt, aki össze-vissza hazudgál, a nevét rosszul mondja be a rendszerben, hazudik maguknak, és ezen felül van egy elég szép priusza, illetve körözés alatt áll, viszont maguknak felajánlja azt a lehetőséget, hogy egy jócska mennyiségű pénzt adnak maguknak, hogy ezek mellett eltekintsenek. Ilyen esetben milyen eljárás indítható az úr ellen, illetve milyen szabályszegéseket követett el az a civil? Most nem tudom pontosan, hogy hívják, basszus, felrakom a kezem. Hogy hívják a... Hát zsarolás, vagy... Nem zsarolás, hanem ennek valami... Vesztegetés. Más? Az vesztegetés, igen. Hát vesztegetés vágyával... Szakmában fontos a csapatmunka. Az biztos. Ez úgy vélekezzel. Az igaz. Hát igazából feljelentést teszek ellene, hogy megvesztegetett. Szép munka. Kösz. Ezen kívül, hát nem tudom, mit tudok még vele csinálni. A kihallgatást hogyan kezdenél ilyen esetben? Hogyan kezdeném el a kihallgatást? Így van. Az esetben? Így van, de tényleg, nem kell túl komplikálni dolgokat. Na mit tudom én, bemutatkoznék neki, aztán elkezdeném, hát most... Ja, bekapcsolnám a kamerát, igen, mindent videófelvételre vennék, hogy legyen ő... Szólna, hogy kollégának, kettben legyetek. Igen, szólnék egy kollégának. És ezt közvetíteni az adott fél felé, hogy hang és videóanyag készül az úrról. Igen, mindenképp. Jó, és milyen esetben nem kötelező közölni? Hát mikor nyakon akarjuk baszni, szóval lekapcsoljuk a kamerát, nem? Nem, magát kérdeztem. Hát ez mindig kötelező. Hogy van? Mindig kötelező. Bizony. Szuper. Minden utáért. Mindig, minden körülmények között. Így van. Illetve és a jogait fel kell sorolni? Persze. Szuper, és a jogokat mikor soroljuk fel? Hát minden... Melyik másodpercben? Micsoda? Amikor, folytassa a szót, amikor már... Amikor őrizetbe vettem. És mikor veszi őrizetbe? Letartóztatásnál. Amikor letartóztatását, amikor megvesztegetett, nem tudom. Szuper. Jó, oké. Tudja. Á, uram, én már mindent kipacsartam magamból, úgyhogy... Á, jó, szuper. Főkapitány úr. Nagyon jó, hogy... Azért még megkérdezném, tudanok ezzel szaggatni. Takot tudok csak. Elfogadjuk, de azért voltak itt kétséges kijelentések. Na, ne mondja, uram, ne mondja. Itt minden pöpec volt. Zsigerből jött minden, zsigerből. Nem csak a válasz jó. Hanem aki mondta, az is. Így van. Jó van, Luna álljon át, legyen szíves. Tehát, hogy azért itt elvonulnék maguk előtt, jó? Még mielőtt itt. Igen. Köszönöm. Jó szarszak. Tessék! Mit mondod? Tropikál WC illatosító! Mit szeretnek a legyen? Jó. Kedves Sid, ugye? Jól emlékszem. Jól emlékszik. Maga kapja a legnehezebb kérdést egyébként. Hozd a makkot vissza, mikor szakasztok. Szóval, lövöldözés alakul ki, és egy olyan jó 25 fős csapat. Egy illegális csapat veszi magukat körbe. Ön szerint ez jó kérdés, ne nézem már rá. Ez fix lövöldözni fog. Na, mondjad, hallgassuk már végig, Melán. Küldjék szóval, ki szerintem. Egy 25 fős illegális szervezet közelíti meg a magának a járőkocsiját, és teljes mértékben körbeveszi az a 25
darab fős illegális szerezte a maga gépjárművét. Egy kollégával van, aki maga mellett ül kadéti, a maga meg kettő ranga fölöttebb van. És elkezdik magukat fenyegetni, hogy szálljanak ki a kocsiból és tegyék fel a kezüket. Ilyen esetőségben mit tesz? Nagy a körben, bazd. Hát ha golyóálló a gépjármű, akkor bezárom az ajtókat. Nagy a körben, bazd meg. És tegyük fel, nem golyóálló, semmilyen hát körülmények akkor, között sem. Akkor együttműködök az elkövetőkkel. Szuper, és hogyha tegyük fel magát le akarják fizetni információért. Hát, ezt nyilván nem teszem meg. Szuper, és hogyha az egyik kollégáját el akarják rabolni, a mellette lévő kollégát mit csinál? Hát akkor berádiózok, hogy elviszik. Jó, és hogy a fegyvert tartanak magáról, és nem tud rádiózom be. Akkor füstjelek. Jöjjenek. Mondottam belekötszük. Hát majd utána. Hát próbálom meg érzni a gépjárművet. Nagyon szuper. Meg a személyeket. Jó. Oké. Okay. Sőt, kapitány úr. Mindezt napszemcsipe és... Elfogadjuk. Természetesen, amit mondtam a legelején az arcáról, jó? Persze. Tehát az arcán semmelyik kollégának nem lehet semmi. Tehát tetoválásra gondolok, kimondottam. Hí, Bobby, beszaptad! A másik... Figyeljenek! Mondtam, ha én beszélek, akkor csönd, ugye? A másik, hogy kötelező mindenkinek a baseball sapka. Mint látják, mindenkinek. Nem tudom, a... De voltam nagyon hülyén áll. Lunának... Hát majd akkor lehet, hogy le kell vágni koposzra haját. Semmiféleképpen. Szexi semmi, nagyon jár. A kadétoknak általában leszoktuk vágni a hajukat, ugye kollégák? Persze. Akkor köszönöm viszont látásra. Azt nem olvasták el az apró lét? Apró lét? Igen, amúgy. Hát én felkész. Alulfelül leborotváltam minden. Nem olvasták el a kis apró lét? Az esetemben nem tekinthetne el? Hát majd megnézzük, hogy hogy áll magán, jó? Tehát tudunk olyan sapkát... Hát gyanítom nagyon hülyén. Azért nem hordok. Behát a hátam. Majd megnézzük, jó? Tehát egyébként a férfiaknak mindenféleképpen kötelező. És ha már ön az egyetlen egy hölgy, majd talán kivételt tudunk. Oh, köszönöm. Na úgy azt itt, hogy ingyen van, ma ledolgozunk. Az biztos, hogy dolgoznak, mint a kismat. Máik kollega tudja nagyon gyorsan akkor a papírmunkát végezni? Utána körbevezetnénk őket, jó? Hogy mi hol van? Már egy pillanatot szeretnék kérni. Tehát a mostani állapotok szerint... Az a kormányirodában azt mondta az ügyintézőnő, hogy tönkre ment a PC-jük este 10-ig. Ja. Megy az IT is megcsinálni. Ja. Este 10-ig, aha. Tehát, ja. Húha. Lefagyott a rendszer. De hát akkor holnap tudja intézni a kollega. Nagyon szívesen. Jó, oké. Okay. Jó, akkor körbevezetjük önöket, és majd hát már csak holnap valamikor, mert én este 10 után már nem valószínű, hogy munkába állok, tehát így is túlórázok már perceken belül. És ha vagy én vagy Mike kollega, vagy Andy kollega, tehát Andy kollégával még nem találkoztak. De Andy kollega még lehet, hogy megérkezik később. Jó, addig legyenek szívesek akkor Mike kollégát követni, megmutatják mi hol van, és akkor holnap újult erővel szolgálatban állnak, jó? Pillanat, kérdésem lenne. Igen? Mondja. Oksi. Hát már ha itt járunk, itt a munkaidő, illetve a bérezés, az hogy alakul itt? Nagyon rossz. Na igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát nagyon rossz. Jó, Mike kollega tájékoztatja a kezdő fizetés mennyit fognak kapni. Szakmai fejlődést szeretnék elérni. Kötelező eszközölni egyébként? Már azért gondolom, főkapitány úr, mert szerintem ez a pénz egy ilyen hátsó fajta szám. Jó, hát akkor maga a jövő héttől ingyen dolgozik. Jó, Mike kollega? Én dolgozok nagyon szívesen ingyen. Hát mindenkinek... Mit mondott? Mit mondott, Bob? Én? Mondom, én Bob! Nem semmit. Tehát azt mondta, hogy tesó? Dehogy is. Tehát remélem rosszul hallottam. Tehát a vezér... Minden esetre a vezérkarral azért tudják, hogy beszéljenek, jó? Tehát azt most megmondom. Tehát moderálják magukat, rendőrnek jönnek, nem bohóc. Lehet, hogy hallottam, kollega. Ahol lenni kapsz, lesz. Lehet, hogy nagyot hallok, majd kimosom már a fülemet, vagy a fület. Ebből a headsetet kiveszem. Na, tehát akkor...
A fizetésüket a Mike kollega mindjárt tájékoztatja mindenkinek, tehát kadétként lesznek önök alkalmazva az állományunkba. A munkaidő egyébként 8 órás munkaidő, aki viszont kevesebbet dolgozik, kevesebb fizetést kap, tehát egyértelmű. Amennyiben szabadságot akarnak, akkor az életkoruktól függően annál több, akinek gyermeke van, vagy gyermeket vár, akkor annak természetesen. Nekem van egy sérült kisfiam. Igen. Katica. Igen. Szóval. Nem van róla. Azt is tudom mutatni. Pontosan szerettem volna mondani, az első darab fizetésük úgy lesz, mint 2000 darab koinocska. Minden fél órában eltöltött szolgálati idő után. Az nem piti. Amennyiben. De. Ez kiemelt fizetés egyébként, tehát ez kiemelt fizetés. Úgy lett a minisztériumban. Hát igen, tehát hol keres kadét bárhol is ennyit, tehát sehol, mutassa meg nekem, mert akkor szerintem mehet oda dolgozni, ha nem tetszik a rendszer ittem. Na hát, elsősorban is, tehát ez kiemelt fizetés, tehát két hónappal előtte a kanyarban nem keresett egy kadét se ennyit, tehát én gülisztem azért is, rengeteg papírmunkát végeztem, hogy... hogy... Egy pillanat, bocsánat, félre nyeltem a medvecukrot. Jaj, kuszkusz. Medvecukor az nagyon... Minket meg se kéne? Jöhelem a medvecukor, az gyilkos a medvecukor, az a legjobb. Ez a tegnapi, bocsánat. Húha. Ott a... egészségére. Én is szoktam eltárolni a fogam között, hogy hívom tartalék, arany tartsi. Nem bírom el. Na. Ott tartottam, hogy igen, 2000 kointos fizetést kapnak 8 órás munkaidőben, amennyiben valamelyik nap nem tudnak szolgálatba állni, mert előferdül, ezt a megfelelő szobában, ettől függetlenül meghívást fognak Mike kollégától kapni az adott adatbázisba, ott tessék tájékozódni és átnézni a dolgokat, mindenféleképpen, mert van mit tanulniuk, úgy látom. Tehát ez az alap dolog, hogy tanuljuk meg, hogyha beszél egy vezérkar tag, akkor azt hallgassuk meg, és utána a szót kapnak, akkor lehetőségük van, jó? Tessék. Oké. Mondja. Mondja. Kaptam szó, csak azt szerettem volna jelenteni, hogy ott a maga mögött lévő kollega az, tesz, próbálja szerintem elviccelni a mi tagfelvételünket. Tehát az előbb Zacsira fogott rá, azt vakarta meg, és most pedig ilyen, nem is tudom, ilyen... Nem, Conor nem csinálja. Conorra gondol? Mostanában meg van zavarodva. Mostanában meg van zavarodva egyébként, mert itt a... A sok a munka. Tehát példát lehet venni majd így róla, van. Tehát ő az egyik legaktívabb és... ügyesebb kollega. Kicsi sisi forma, de jó arcnak tűnik. Még én másra gondoltam legelőször. Most nem azt kell figyelni, hogy ki hogy néz ki, mert ha most hát ne vegye senki magára, de ha magukra nézünk, akkor valószínű, hogy... Ugye, Bobi? Na, tehát... Hát, hogy tessék? Hogy érti ezt a kapitán? Neved magad, hát, hogy ez kicsit... Látod, én szép vagyok, nem veszem magamra. Legjobbak leszünk. Hát ez ugyanannyi... Ne, jól gondolkodik. Látod, én nem vettem magamra. Bobi, te úgy nézel ki, mint egy lefosott búvárról, azért vettem magamra. Nél így néz ki. Hékos szokták mondani, hogy bagoly mondja verébnek, de... Én nem vettem fel. Irigykedik csak, hagyja. Én egy főnix vagyok. Természetesen ne vegyék magukra, aki ne vegye magára. Hát, én semmiképp. No, azt mondja. Szerintem kezdjük is meg, jó? Már lemegy a nap. Rendítsen. Jó, kövessenek. Értem én, megint nekem kell előre menni. Hát hogyne, jó, hogy én kilátom. Ekkora valaggal nem is csodálkozik. Jöjjenek kollégák, maguk is, jó? Utána indulunk. Ne rohanjatok már! De én nem szeretnék az úri emberekkel öltözni, haló? Biztos nem fogok férfiakkal együtt, Bobikámmal. Üdvözlet, Spakli úr! Nincs! Pihenje!
maga mit csinál? Connor úr, valamit csináljon a fejével, mert borzasztó, hogy kinéz. Most hogy ér fél kapitányom, most állandóan grimaszol, tehát állandóan grimaszol. Ja, hát arról is arra is kitérünk. Itt meg ugye az sima, egy hosszú történet. Egy sima ruha szekrény van egyébként itt a civil, illetve azt meglátjuk, hogy meddig bírjuk épésszel. Szaros a rádió végén, nézd meg! Lépni, mert itt van rádió. Itt Bobby ráül biztos. Ezt amíg rendőr itt hagyta, azt már nem tudom, hogy fog forgalmazni. Kövessenek. Mindenképp. Melyik fiúk? A felső vagy az alsó? A felsőben van egyébként. Ott majd minden szolgálat elején ki kell venni kettő darab javítólándát, illetve kettő darab elsőségei készletet. Ha nincs maguknál telefon, azt is tudnak itt kivenni, de arra is majd bővebben kitérek. Aztán jövünk tovább. Jogsiban feltétel, Bob? Tudok telefont beszerezni olcsón, ha kell a kollektívának. Pözsikének hívjuk. Ugye Bözsike már nagyon sok... Igen. Itt majd Bözsikénél tudnak igényelni tomfát, gumibotot, marok lőfegyvert. Jegyzetelek közben, mert nagyon sok az info. Marok lőfegyvert. Kike Markóni? Végmondhatom, kedves Mellem. Figyeld, ma hogy nézik meg. Szóval gumibotot tudnak kivenni, sokkolót, marok lőfegyvert. Oda is pozzolok meg. Páncél mellény, tehát ugye a golyóálló, lövedékálló mellény. Már legyen így, ez a bulacsakat ilyen. Minden szolgálatnál. A kadétnak is kötelező? Lőfegyver? Egy tartalék, egy darab tartalék, lövedékálló mellény kell. Egy tartalék, lövedékálló, oké, leírtam. Y-nal. Mondja, kedves Bob. Tehát már lennének én bekészítenék, nem mindig SNS pisztoly van, amúgy. Vagy valamilyen legalja pisztoly? Nem, nincs legalja, csak a legcsúcsmodernebb fegyverek vannak. Fú, akkor neki valami airsoft pisztolyt adjanak. Nem, majd megtalálja magának. A magának való. Szóval három pisztoly közül lehet választani. Majd megnézlek, kopaszom, fasz. Három pisztoly, heavy pisztoly. Közül tud választani, így van. Mi volt még? Kerámia, illetve egy kerámia, VM. Így köcsögözni is fogom, az jó. Belga szabvány egyébként. Neked van egy negyedik. Oké. Jó? Minden... Oké. 50-50 lőszerrel majd kell kivenni azt egyébként a megfelelő kaliberhez képest fogják kivenni először. Oké. Ezért a nincs kell amúgy. A heavy pisztolyhoz egyébként 45-ös kalibert fognak kivenni, a kerámiához, illetve a VM belga típusú gyártmányhoz pedig 9mm-es lőszer kell majd kivenni. 9 milli, egyenlő, oké. Ez a kerámiához pisztoly, ez mit akar egyébként? Lefénymásoljam majd neked, amit leírtam. Légy szíves. Jó, oké. Jó, szóval jönnek tovább, és megmutatom a másik. Egyből rámegy a kerámia, nem rész, Bobi, nem rész kerámia. Műszakba telefonoznak, ez ám a jó munkáig. Jó világ van. Mi a helyzet, kapitány úr? Jomban? Jó, köszönöm. Zsuzsika, szegény a szabadságon Zsuzsi, van. Spakli úr, ne középen álljon már meg, köszönöm. Zsuzsi? Milyen Zsuzsi? Azt azért hagyj írjam már. Mari! Erőt egészséget. Zsuzsi? Hú, milyen jól néz ki. Ne írtam már a nevét azért, hogyha jövök, akkor erőt nevén enni. Szólítsam már, erőt, biztos jól fognak. Erőt egészséget. Jó, tisztelet. Ja, tisztelegünk. Elis van, még óri fejérünkben van. Aha, tisztelegni kell a kollégának. Hallott a szalomány. Ezt is jegyzeteltem. Mindenképp, de én most sajnálom most. És a kicsit most jegyzetelek. Jó, Andy Winston, vezérőrnagy úr. Winston, vezérőrnagy. Mindod, hogy Mandy Winston őrnagy. Mandy. Ha engem nem érnek el, vagy Mike kollégát nem érik el, esetlegesen akkor Andy-t érik el. Tehát Andy, ő is az én Andy. Jobb kezem. És telefonszám esetleg azt is ide jegyzetelem gyorsan. Aha, jó, oké. Okay. Egyből a telefonszám, azt én is elkérem, Andy. Jó, Andy úr, valószínűsíthető, hogy ők lesznek az új leendő kollégák. Azt meglátjuk, hogy meddig bírják a rendőrségben ezt a vagy maguk minket, nehézségi köröket, tehát majd meglátjuk.
elmondtam a kötelező felszereléseket, ezeket be kell szerezni, mert sajnos itt méreteket kell, új szabványt kell, ruházatot készíteni, mert itt vannak nagyobb, kisebb alkatok. Bombafenék. és ahhoz külön gyártmány kell. Igen. Amúgy az egy felnőtt pelenka. Sapka meg kötelező, az mindenkinek, de egyébként most igen. Most miért buktatsz le teket csak? Bocs. Azért már átázott szinkre, nem mondom. Ja, hát majd a hölgyre is keresünk valami ráélőt. Köszi, te megoldok. Okay. Jó, folytathatja már egy kollega, jó? Mehetnek. Rendben. Jó, oké. Itt ezzel végeztünk, akkor kövessen el. Aj. Majdnem rossz. Márek, elsőnek nem mutatom, hogy a szolgálat felvevő. Nincs rádión. Basszus. Hogy van Mike vaga? Maga feltött a venegolyvába? Vagy nem Mike, bocsánat. Még nem vettem föl. Én nem tudom fölvenni, uram. Én fel tudom. Be kell vennem egy tablettát, uram. Jó. Okay, menjen arrébb és üssön egyet. Konor, telefonszám? Nincs? Jó, oké. Okay. Mi a baj a kollégának? Hát de most miért? Hát most maga mondja meg, hogy adhat a tudja, bebogarasodott itt a zsuzsinál az étlap. Na jó van, majd akkor műszakon kívül, Konorom. Rózsaszín lehet enyém? Nem. És nincs is. Szóval minden. Megoldom. Szóval. Itt ugye majd kitér. Ki fog térni a hitemből. Szóval. Kiveszik a gépjárműket. Milyen hitű az úr? Ateista, szerintem. Akkor rátérhet katolikusnak. De Melanie a zsidó, azt tudom. Sábesz. Keresztény vagyok, jó? Oké. De mindjárt... Ezt is jegyzetelem. Szóval. Nem kell. Ezt is felírom. Jó? Ennyit erről az egész parkolóra. Egyszerre csak egyet vesznem ki. Ezt remélem, ezt megértették. Mert olyan kaliba lesz a garázsba, hogy... Várjon, ezt le kell írnom. Egyszerre kell csak egy autó. Ami okay. A kicsire nem adunk, mi kettesére leszünk. Ez nem csak az autótról szó. Kisbetűvel írd magad, hogy a Bobit lekenyíretni kopaszra. Miről beszélsz te? Hova már? Hova? Hogyha ez itt megérzi, mert fel van jegyezve, akkor kövessenek. Vagyunk. Mindenképp fel van. Hallod, miért rajzoltál oda egy szívet egy K betűvel? Csak nem a Konor. Hát mert Kobi. Jó, Kobi? Ott szoktam őt becézni, hogy Kobi. A Konor? Nem, a Bobi. Bobi Kobi. Ja. Érted? Mondjuk egy igazi kobold. Aha, ezt az ATM-et ismerem. Magyar. Ezt szokják rabolni? Jöjjenek, nem. Most ez azért van, nem, hogy a megvesztegetők itt veszik ki a pénzt, gyanítom. Amúgy lehet. Nem hiszem, mert nem vesztegethetnek meg minket. Na persze, gondoltam. Hivatali személyek leszünk. Na nézzél már rájuk, tiszta vesztegetők. Mi van a kezébe, seprű? Igen, seprű. Az probléma. Jó, akkor mi indulunk. Egy ember maradjon itt, aki körbevezeti őket, szerintem. Főkapitány úr, itt hagyjam őket? Mennünk kéne, nem? Hagyja, igen, mindenféleképpen. Jó, oké. Mondja nekik, jó? Hogy itt maradnak. Ki tudna szállni, uram? Jövök ide. Okay. Már többiek itt hagytak. Hú, főkapitány úr, én itt kell nekem majd egy Xanax. Mindenfajta képpen. Érdekes lesz. Jelöljék, az van... Jaj! Az van jelölve? Az van jelölve. Igen. Jelöltem. Rossz irány.
Főkapitány. Főkapitány, ne is jöjjönnek. Miért? Mert hülyeségben nyomják megint a pánikot. Jó, oké, nem kimegyünk, nem érdekel, megyünk ki. Most van kettő ember, aki túl furta a földet, vagy mit csinál. Opa. Ez most komoly erre kihívni. Az állam rendelti minket, hogy csináljuk meg az utat. Jó napot, akkor adok az államnak magunknak 3 másodperc, hogy letakarodnak az útra, meg szépen kérem. Jó, hogy kattal a bilincs. Egy. Jó, van, hát most akkor ki fogja kifizetni. Kettő. És 3, itt lefelé. Ne az út közepén forgalmazzák itt az egész környéket. Tengermély tisztelet. Erőt egészsége. Tengermély. Mi a szituáció itt, Ramirez kapitány úr? Informált. Bizonyos. Lorenzo. Két ember furta Giul... Így van. Tehát valami Lorenzo. Giulio nyomta meg a pánik gombot azért, mert két úri ember rongálta az útburkolatot. Én úgy gondolom, hogy a rendőrség tovább folytathatja azt a meghallgatást, ami egyébként eléggé fontos. Hát igen. Hát figyelj, a kapitány úr maga kondizik? Nagyon jó húsba van. Igen, bicepsre. Látszik? Nagyon komoly. Hát persze, de csak azért bicepsre gondolom, mert csak az látszódik ki a merciből, mi? Igen. Sztár. Sztár. Szokásos sztár a rendőrfőkapitány úr. Most azonnal menjenek le, jó? Nagyon gyorsan lemennek az útra. Még egyszer ide mernek jönni. Jól van. De hiába, akkor fel a James Smith-et. Menjenek le. Menjenek le. Jó, hát szerintem meg. Kettőt nem viszem a... Karibok a rambokat csinálsz. Oh. Mondtuk, hogy vissza. Vissza meg. Igen? Legközelebbi jármű oszlató. Komolyan, könnygázos kocsi. Mi elmegyünk végre rajtunk egy 10-17-et. És valószínűleg tankolást. Hát bocsánat, kollégák, ingerült vagyok. Ez itt nagyon. Ja, meg annyi lenne vezérkar, hogy a Spak Istvánnak a vizsgája sikeres intézi. Lett, és fel kellene terjeszteni. Intézed, Andy? Hát itt van az úr. Itt van Spakli, igen. Szolgálatban van? Szerintem... Jó, akkor várom az irodába Spakli urat, hogy átmegy az új jelvényét. És akkor én meg intézem az új jelvényét. A körbevezetését. Remélem nem bontották le a izét. Én is nem remélem. Főkapitány úr, ezekhez idegrendszerre lesz szüksége. Meglátjuk, meddig bírják. És ütözik. Fú. Ütögetik egymást. Nagyon remélem, hogy csak rosszul láttam azt, hogy megütötte a másikat. Én láttam. Nem. Tisztelet. Tisztelet. Jól vannak? Minden rendben van? Megnéztem a szemüveget. Felárszem a bármát. Értem. Ma van a szemüvegmentes nap, most olvastuk itt a telefonunkon, az gyorsan. A világnappon a szemüvegmentes nap. Megszilult a bal szeme alatt a fénytől. Azt múlt héten, amit leírt, azt olvasta? Igen. És ott a szit kollégának, magának is eltűnt a szemüvege. Persze. Magának is leesett, ugye? Igen. Nagyon szuper. Lassan már felvonulás lesz. És akkor itt a... De ugyan, maga is vegyél részt már ezen a csodálatos napon. És akkor gondolom a Melanie is részed benne, ugye? Azért nekem is rajtunk a szemüveg, uram. Nem segítettem levenni róla.
Nardenias Faktisan is mondja le, elveresztjük. Környezetkímélő, ha nem lesz rajtunk személy, meg nem mindegy. Jó, folytassuk. Nem lesz farkasvakság 50 éves korunkban. Green patetó jöttünk. Szóval, gondolom ismerik ezt a helyet, a kihallgató. Ó, persze. Minden egyes kihallgatóhoz tartozik jelenleg egy kihallgatói fülke. Ott tudnak elindítani hangját a videóanyagot. Ezt el tudják menteni itt a ORFK-nak. Ezt szerintem hallottam volna. Igen? Még egyszer elmondtam csak, hogy... Ti van, te semmi volt. Gyere, mert itt lábas. Vidi Bonka. Tele van szálka van már fent, izé fel van csiszolva a parkett. Ugye Jézus is felvitte a keresztet, mezit láb. Ezt kívják cellának, uram, ugye? Ezt? Nem, igen. Nem. Mi ott bent, jobb oldalt, az nem itt a cellák? Itt megy a modellkedés. Na én nem ezt kérdeztem te. A modellkedés megy itt. Ja, várjon? Várok. De itt mesztelenül kell fényképezkedni. Nem. Aha. Nem, jó. Szóval nem. Itt készüljenek a körözött személyekről, az elállított személyekről a képek. Gyerek alap. Itt ki akkor. Jó, jöjjenek, magának nagyon-nagyon nagy szórakozás lesz, úgy gondolom. Ez á, a szoba. Pedig én jó, és akkor... Hát, itt jön ez úgy a érzem magam, mint Harry a varázsló iskolába. Mennyi? A legfontosabb részleg az ORFK-nak az a cellák. Ezeket kell megtölteni. Mivel? Mikuláznod kell megint, vagy mi? Melanie. Tessék csak, menjenek. Kapitány úr, beszélni, nem halljuk. Nem beszélek, menjenek. Igen. Igen. Nem probléma, jó. Szóval itt ez a nagy zárka, nagy zárkákat, meg egyszer, nem? Nagy zárkákat mikor szoktunk használni? Ki ad nekem egy jó választ? A nagy arcot rakunk bele. Amikor a kicsi zárka már nem elég. Ha többen vannak. Így van, na köszönöm. Ennyi. Jó, csak kitértem. Jó, illetve itt az egyes cellákban, hogyha úgy hozunk be elkövetőket, hogy kettő darab elkövető van, vagy kevés darab, és esetleg társokat hoztak be, akkor minél jobban szét kell őket szedni. Jó, de a lehető legjobban. Mint a palántát. Szétszedem, csak annyi, mint kés kapitán. Szervekre, vagy ember számra? Nem. Távolságra kell őket szétszedni. Ja, szétszedem. Ad más, írd fel, távolság. Mit kell felírni? Várjál, nem figyeltem. A távolságra szedjük szét, ne darabokra. Távolságra, ne darabokra. Jó, oké, távols. Jó, oké. Meg hozzá a vetőmagot, mert beszólnak, felszántjuk a képüket, ott bevetjük fűmaggal. Vetőmag nem kell. Várjon, basszus, odaírtam, már várjál, ki kell. Műtrágya? Nem. Műtrágya sem kell. Nem. És locsolni sem kell. Jó? Nem szántjuk fel az arcukat. Okay. Pedig a szemhacoknak van locsolókannájuk. Még nem, mert a szolgálatfelvőt nem mutattad. Nézd meg nekem milyen kannájuk. Hát ugye még nincs, hát azt szerintem majd holnap nap folyamán az elég lesz. Mert ugye most nincsenek teljesen felületek, csak körbemutattam a körzetet nekik. A holnapi nap meg majd nyilván itt a... Körzetük az autópálya. Ja? Ez nem az? Ja. Nem, az az autópálya rendőrség. Gyorsak és halálosak, így van. Ja. Konor, folytatja! Kérdezhetek? Ott van egy szektor, szektor. Á, van B is. És folytatja a Konor. Jó, oké, itt Konorra nagyon jóban lesznek szerintem. Az biztos. Ha meglátjuk még. Nagyon jóban lesznek. Bármi kérdésük van-e, amit normális kategóriába tartozik. Döntöttem. Akkor Gerkát megkérdezzük. Bármilyen fajta normális kérdésük van-e? Hát bármelyik kollega gondolom segít szívesen. A WC-t nem mutatta még meg merre van. Ja, meg ott vagy szektor A, hol a B? Meg a étkező. Hova pakolnál meg? Bemutatom, nem is semmi. Köszönjük. Ja, meg az én szolgálati WC, az is nagyon fontos. Csak meg a kollégottan csatlakozik. Folytolj! Hívan, a seggettő nem férünk ki! Hallod, Bobi? Na? Szerinted mi leszünk Stark és Hutch? Azaz. Majdnem, mi van ide írva? Hát én meg te biztos nem. Aha. Hogy ne tévedjek el? Basz, mi lesz? Ez is még szektora. Mondjuk én már most eltévedtem. Márko! Ez a 03-as már átjött. Márko! Az a tuningosak, a csippek jelenleg. Erőjön, hölgyem. Ja, ó, köszönöm.
Jaj, magas sarkuba hagytam, nagyon nem vagyok a toppon, óvatosan kapitány úr, meg ne csúszok, de hopp hopp hopp, jaj, köszönöm, hogy felsegített kapitány úr. Hát szutya, inkább arra ugrottam, hogy nehogy rám essem. Mindenki hogy siet? Ah, ott van, ott van. Végre lesz, végre lesz már, aki elmosogatta. Hát akkor, akkor ugolj meg így. Az sem, az csak ott dísz, tehát az miért. Na jó. Van darts, figyeld. A kesztyű nem lyukos, a sütőkesztyű? Nem, az működik. Az működik? Mosogasson azik odra. Mi olyan büdös van, itt fog dolgozni, nem fog ilyen fertőzni. Hallod, Bobo? Szólj. Nézd, védd a fákat, egyél hódot. Látod? Csúszik. Ott van, védd a fákat, egyél hódot. Van benne valami. Sehova nem menjek. Nos, bármiféle egyéb. Bármiféle kérdés, mikor van. Ilyen gyűlés. Jelenleg nincs öltözködés, az hogy van pontosan? Darabonként kell összeválogassuk erről habtestre, vagy ez jó? Van kalit, megnézem. Milyen gyűlés? Én se tudom. 19-től volt, ha jól láttam. Az nem gyűlésnek lett száma szerintem, csak hogy vegyek fel minél többen a szolgálatot. Ja igen, igen. Értem, akkor elnézést kérem. De az nem most, tehát jelenek nem is 19 is. Óra, 20 óra 37 van, nem 19. Én nagyon eltévedtem elnézni. Az igen. Előveszek a zsebemből egy kis törlőkendőt, szépen megtörlöm a főkapitány. Kiképző tisztjének szép az arcát. Igen, igen, igen. Hogy emlékszik rá? Úgy hát fénylik, mint Salamon töke. Igen, 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 igen. Istenetem, nem. Mondtam már, hogy hogy hívják? Mi nem? Hajol a éjjel. Ronville. Rondille? Ronville. Will. Ronville. Will, mint Vilmos, értem. Így van. Ronville. Egy hónap múlva megkérdezem, aki fogja tudni a választ. Sok dolog üti a markát. Ronville és kiképző tisztem volt. Értették, kollega? Hallották, kollega? Igen. Ha még itt lesznek úgy egy... Úgy tudom, Székely úrnak is. Tessék? Úgy tudom, Székely úrnak is ő volt a kiképzője. Hát nem véletlenül vagyunk rokonok. Tehát jól tudja. Tehát nem véletlenül vagyunk rokonok, vagy voltunk rokonok. Yes, yeah, hello. No, hát remélem nem lesz ennyire, hogy is mondjam. Aktív. Ez az egész helyzet, tehát két szanaxot vettem be a kihallgatásig, vagy a meghallgatásig. Annyira katasztrofális volt, kapitány? Hát kimondottan a kérdésekre jó válaszokat kaptunk, mert ugye, hogy volt egy kérdés sorozat, mindenki válaszolt, a legjobb tudása szerint, végül is jól válaszoltak, csak hát kicsit pörögnek, túl pörögnek, úgyhogy lesz mit rajtuk csiszolni, úgy érzem. Nyugodtan ön is. Jó, tehát mondtam, hogy kötelező. Kicsit fegyelmezetlenek arra célhoz. Igen, 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 igen. Tehát majd kell csiszolni rajtuk. Kötelező nekik is a baseball sapka, majd a kedves Lunán is meg kell nézni, hogy hogy áll. Bár ő azt mondta, hogy ő nem nagyon szeretne, hát majd meglátjuk. Erőt, egészséget, viszontlátásra, kedves viszlát. Uraim! Viszontlátásra! Viszlát, Melani! Holnap találkozunk, holnap! Mindenképp, kapitány úr! Ugye ma csak egy ilyen elméleti felvétel volt, mert olyan 10 óra fele lesz hivatalosan az állomány tagjaik ők. Ja, értem. K-
Kaphatok modit? Figyelj, jelentkezz moderátornak. És ezt a csámpás lábút is, ez ő is jelentkezett egyébként. Csámpás lábút? Hát ő volt a takarító. Állása, igen, kapitány úr. Igen. Jelzem. Ja, értem. Jelzem, hogy egyszer fogom őket figyelmeztetni, bármit csinálnak. És utána én cselekszek. Jó, nem volt nem lehet bírni. Nem volt szimpatikus? Hanem itt a DC-re csatlakozol, és ott van csak, admin moderátorom. A komolyságot illetően. Zsanett. Picit majd tanulniuk kell egyébként. Vegyél a kapcsolatot vele, van egy lap egyébként, azt is ki kell tölteni. Annyi az majd egész, utána tudsz ezt a látságon, meg a keménységem, meg a komolyságon kell majd javítani. De ezen kívül megfelelnek. Figyelj, a kérdéseire, amit maga tett föl, arra tudtak válaszolni. Tehát látszott igen, rajtuk. Igen, ilyen kicseszős kérdéseket tettem föl, igen, igen. Nem is volt olyan könnyű. Egyébként. Valamit suddolóztak, hát de... Hát igen, igen. Hát most az kit érdekel. Tudták és kész. Majd itt a Connor majd megizgassza őket. A vizsgával. Így van, így van. Hát ez... Itt a kollégák, nem tudom, észrevették egyébként. Connornak a hangulata megváltozott egyébként a hőmérséklet változásra. Észrevették egyébként? Hőmérsékletváltozás? Mm. Frontérzékeny vagyok. Igen, igen, itt a megsüti az agyát. Ez a maradottságot idéznám, ez a rituálé, ez a időszak. Andy, hát te is rálátása egyébként? Vettem be katafán. Én nem vettem észre egyébként. Én se amúgy. Igen, van akinek a lába fáj front hatásra, van akinek a feje. Ugye, egyébként főkapitány úr, milyen lett az új szakáltípusa? Szakáltípusa? Így van. Hát hiába próbálta lekoppintani az enyémet, de ugyanolyan úgyse lesz soha. Most veszem észre. Fakker! Egy barberhoz járnak? Azt kétlem, mert saját magamnak vágom. Ja. Nem látszik? És akkor úgy, mint a filmekben, főkapitány úr, ilyen macsétával? Bajonettel. Milyen macsétával? Tudja mekkora az? Minimum 30 centi. Nem. Egyszerű kis szikével. Ó, orvosi? Természetesen az jóval élesebb, és avval egyesével szedelgetem le a körzetet. Azért nem úgy áll a bajszom, mint magának. Igen, én a sodrom is egyébként. Olajokkal, illetve alvajárás kezeléssel kezelem egyébként. Picit beáztatom, és akkor a szerkezet a bajszomnak megerősödik. Ezáltal strapabíróbb lesz. Azért jött múltkor a felesége ide, Spakli úr. Kereste a konyhakés, de hát nem találta. Hát mondom, itt ne keresse, ez egy rendőrkapitányság. Nem, hanem én ott mondom, az asszony konyhakését mindig elszoktam, és azzal szoktam vágni, nem találom a borotvát. Hát van füzetése, nem? Biztos nagyon örül neki. Hát de gondolom, mással költi. Nem, most épp gyűjtögetem. Mire gyűjt, Spakli úr? Hát őszintén, jön az első gyerek. Hűha. Most tessék, Ron. Nagy nehézség gyűr rám, így muszáj venni egy családi autót, meg egy házat is persze. Ajjajjajjajjajj. Figyelj, én már, tehát 50 éve dolgozok, majdnem. Mondjuk majdnem. Jó, az 20-nak is. De, tehát autóm se, házam se, önök a családom. Hát ez nagyon jó hallani. Nekem ez az első családom, meg ugye vár az. De azért az igazat bevallva, hogy megsúgom a kollégáknak, hogy azért jobban szeretek bejárni, dolgozni, mint otthon ülni. És aztán hallani, hogy az asszony bőg. Szóval... Aha, miért bőg az asszony? Mit mond?
ki a kanabisz? Nem tudom őszintén, jó. Nagyon jó kérdés. Hát miért nem kérdezi meg tőle? Hozzám vágja a bútor. Őszintén. A múlt nap a széket vágta hozzám. Lássa a dudort a kezemen. Elkapta ott a rácsot, aztán majdnem eltörte. Úristen. Tehát akkor ott egy bántalmazás van? Férfi bántalmazás? Családon belül erőszak? Lehetséges. De milyen lehetséges? Hát maga... Tehát maga él az asszonyával együtt. Most veri az asszony, vagy nem veri az asszony? Hát, azt mondja, az nem veri, ha hozzávágja a bútorokat. Az komolyabb. Az családon belül erőszaknak minősül egyébként a BTK 48-as 4-es szabványa szerint. Éjjeli szekrényt az arcomhoz, kaptam egy jó nagy bútort egyébként. Egy egészet? Igen, egy egészet. Nagy csoda, hogy olyan erő van benne. Ikásot kapott? Igen. Jézkész. Uha. És mikor épp kell a szennyest vinni, azt már nem bírja felemelni. De egyébként azt a 100 kilós bútorot megbírja emelni és hozzávágni. Hát ez szomorú, ez ügyvédnél szomorú. Volt már? Ügyvédnél volt más, Spakli úr? Hát nem merek elmenni, de... Hát azóta Spakli a neve. Mert föl lett spaklizva. Lehetséges. Ilyen mi? Örüljönek, hogy nem kisdobalok vette a feleségünk. Hát... Minden nap magán próbálgatna, tesztelgetne. De figyeljen, Spakli kollega, itt az új lehetőség volt, ott két hölgy is. A maga a sarkos az akár... Nem akarok én itt rossz ember lenni, de nekem a másik az nem nagyon tűnt ilyen hölgy. Tök határozott, figyeljen. Nincs haja, nem akad bele a kilincsbe. A műkörben az oké, most az értében, nincs a szolgálati fegyverre, megtámadják akkor. Milyen kilincsben nem akad bele? Mi? Hát a haja, hát a magas sarkus hát úrhölgynek, vagy ezt hogyan mondjam, annak rövid a haja, főkapitány. De milyen kilincsbe? Így nem akad bele a kilincs. A kilincs? Amúgy csak mondtam valamit, miből akadhat bele. Hát egy kilincsbe? Pont hát, egy kilincsbe? Hát egy kilincsbe simán bele tudok adni. Egy kilincsbe? Vagy inkább mondjuk, hogyha elkezd verekedni másik nővel az utcán, az ő hajában nem nagyon lehet bele kapni. Tényleg, lát, ez is, igen. Ez pozitívum egyébként, főleg rendőrként. És aztán nagy Isten éjszaka, éjszaka előveszi a lompost, aztán itten elfenyek el engem. Az már maga a problémája. Na, lássuk. Szerintem Spakli úr maga csúsok filmet nézett, meleg filmet. Na, nem igaz. Ez nagyon nem igaz. Azért van magának előfizetése a Netflixen, mi? Nem csodálom, nem csodálom, hogy az asszony ezért veri. Hát ilyeneket nézeget. Én nem nézek, mesét kell nézek minden nap, meg sorozatot. Mesét. Hogy kell mesét nézni, amikor egy gyereke nincsen még? Az asszony nézi a mesét? Az asszony nézi ezt a Bogyó és Baba utcát, vagy ilyen. Úristen. Az eredetit? Az eredetit, igen. Angolul. Bogyó és Baba... Azaz. Hogy van, Spakli? Hogy van a kezdődal? Bogyó és Baba utca. A két barát kalandja erdőre mezőre. Nem tudom, hogy van. Én megzavarodok. Megtanultam imádkozni, ez a fő lényeg. Andy úr, mit szól ehhez te? Esténként az asszony olyan, mint egy démon, szóval... Nem mondanék erre semmit, uram. Honnan szedte Daniel? Aha! Honnan szedted azt elő, Connor? Egyelek meg! Várjátok! Connor... Főkapitány úr, Connort javaslom elküldeni doktorhoz. Doktorhoz? Kérem meg egy-két nap szabadság, mert... Nálam az asszonynál lehet küldeni, megoldja, hogy azt a problémát. Nem lehetséges, hogy a Spakli asszonyához kellene elküldeni. Megoldja a dolgot. Most nézzel rá Connorra. Itt van Zsönet, lehet nála jelentkezni, moderát. Tehát rendőri gyakorlatokat végez a folyosó. Ezen nincs baj, csak... Nincs semmi probléma. De azt figyelték, hogy hogy pucsít, mint hogyha nem is tudom, tehát... Mint hogyha valamilyen problémája lenne ott a... Igen. Jó.
Jól van egyébként, Connor? Jól érzem magam. És szerintem örül, hogy jön egy pár lány azért ide a rendőrségre. Mondjak pár. Az egyik már foglalt. Kettő, na jó, most akkor egy. Na jó, de jövő héten állítólag kígyó borka is akciós. Na, de most vége már itt a mulatságnak, álljunk szolgálatban, jó? Rendben. Rendben. Connor, te jössz velem, jó? Mert ez itt nem elviselhető dolog itt ez. Elmegyünk a dokihoz, jó? Meglátogatjuk. Nem. Menjen el, ez parancs egyébként, Connor, tehát ez parancs. Migyék el azért, és szeretném a leletet, ha hoznák vissza, jó? Jó, remem. Akkor most állítsák. Akkor egy pszichiátriai vizsgálat. Nem, elviszünk dokihoz. Az majd tud dokihoz. Minden. Tehát magára néz, úgy kell látni, hogy van baja, vagy nincs. Onnantól meg, ha látják, olyan baja van, tehát nem... testi baja, hanem fizikai baja van, akkor meg a pszichológushoz tovább küldik. Csatlakozhatok én is a kollégákhoz? Én is el kéne menjek meg. És pakli. Maga is meg, maga beszél a pszichológus ott a kórházba, hogy felesége menjenek. Megnézik az állapotát. Induljanak. Úristen. Azt a betyár minden is. Andy és Alvarez, akkor jöjjön velem, jó? Rádió, remélem mindenki fönt van. Kapitány úr, jelentem, hogy Connor elkezdett afrikaiul beszélni, ugandai törzsként. Jó. Amennyiben folytatja ezt a magatartást, akkor sajnos szabadságra kell kiírnom. Úristen, nagyon durva. Veszem a jeepemet. Szálljunk csak előre, kollega. Mindjárt. Nyitom főnök majd. Jó. Alfa 01 elkezdi a járőrözést, Alvarez és Andy vezérőr nagyúrral. Tartózkodik mentős a mentőállomáson. Jó, ma visszanézünk. A fecsi vége. Szótlanok, beszéljenek, kollégák. Mit mondjunk, kapitány? Elég unalmas egy nap. Hát, hogy mit csináltak biztos, az elmúlt két napban? Elég voltak fárasztva. Hát nekem mondja. Ez most komoly. Ennyire nem veszi komolyan a rendőrséget? Szembe a forgalommal, látta? Igen. Á,
álljon jobbra most azonnan! De... ó, most... Azért kell sietnem ennyire. Megy az esőre? Így van. Jó, azért a kereszt azért egy kicsit jobban tartsa már be itt civilbe. Rendben. Jó? Hát jelenleg is dolgozom, ha értik. Ja, értem. Tudok arról egy dokumentációt adni, gondolják. Teljesen mindegy, nem a munkája véget jöttünk, hanem azért, mert szembesámba megy azért. Igen, csak behívattak. És ezért kell sietnem. Értik? Abban nincs gond, hogy siet, avval van gond, hogy szembe sávba megy. Igen, mert pont ott álltak, és hát érti, nem. Szóval akkor mehetek? Vagy valami? Igen, legközelebb meg lesz büntetve, ha nem tud közlekedni, jó? Jöhetett volna szembe is autó. Hát reménykedem benne, hogy nem jön máskor. Apropó, azt meg ne felejts el, hogy attól még maga nyomoz, attól még a Kressz szabályt és semmilyen szabályt nem sérthet meg, amit a BTK előír, azért mert ön most nyomozósit játszik. Értette? Igen, de hogy is mondjam az főkapitány úrnak. Hát amiért sietnem kell az esődére, ezért muszáj a lehető leghamarabb bejutom. Én értem, de már nincsen probléma. De attól még nem szembesábbal. Persze, az nem gond a siet, csak másoknak az életét ne veszélyeztesse már. Hát akkor maguk életét veszélyeztetem volna azzal, hogyha... Nem a miénket veszélyeztette, hát hanem esetleg, hogyha jön szembe valaki, akkor ott elébe trafálja érti. Jó, akkor figyelek erre máskor, de akkor sietették. Okay, mehet. Viszlát. Szerintem nem értette, hogy mit mondtunk neki, mi? Nem hiszem, hogy értelmezte, hogy most ő... Nem biztos, hogy felfogta, hogy ő szembesállva közlekedett, és az milyen baleset veszélyes. Hát ez sokkal baleset veszélyesebb, mint hogyha mondjuk mellettünk elmenne mondjuk 100-zal. Ha persze. Mondjuk akkor is utána megyünk, mert nyilván, tehát nyilván nem fogom tudni, hogy ki ő. Civil autóval. Eléggé csendes a város, nem gondolják. Hát a város központ, tehát a város központ igen, de meg kell próbálnunk a külterületen is. Próbáljon jelölni valamit külterületen, jó? A hangárt, vagy mit tudom én, a dokkok, dokásos, múltkor is ottan volt ilyen nagyobb razzia. Diágás Ágoston. Alfa 01 ellenőrzi a dokkok területét végül. Alfa 02 végzett a gazdasági körúton, visszatér a város körzetében. Rádiózzák ezt befele? Hova készítse? Földön lövöltünk egy gépjárművet. Készítem a feladat. De nyugodt résznél. Hogy most készítsem, vagy nem hagyjam már.
készítse mindenféleképpen. Na, ilyen autót nem látnak. Egy LSPD-s kocsit nem látnak szana széthagyva. Csak a másik. Hát igen. Legalább foglalnak le, vagy valami. Így van. Jó, elment ez a köcsög. Mi volt az? BMW? Lila színű? Nem tudom. Rövidesen érkezünk. Csak percek kérdése. Megszűnt a vizuális kontakt. Igen, gépjármű volt, nem is be vagyunk. Hát talán... Hát egy latin sportautó volt. Hát ennyi, nagyon nem tudtuk beazonosítani, mert gyorsan elszágoldozott mellettünk. Akkor a fő az, hogy lila színű. Igen, lila ilyen alacsonyabb. Ford gépjármű, de én talán BMW-re tippelnék, de nem biztos. Micsoda büfé standok vannak itt. Ja, hát a sok munkás, akik itt vannak. Ellenőrizik itt a metamfetamin készítőt. Hát az meg... Jó. Nem tudok kijönni. Szálljanak, kinézzék, nézzenek körül, jó? Itt van el a tulajdonosa, biztos itt van. Ő a biztonság, legyen a kezükbe fegyver, jó? Minden rendben.
Figyeljenek már, ennek rotorja sincs. Nézték? Igen, azt néztem én is, hogy ez nem rendelkezik rotorral. Tehát ez ilyen helikopter? Hát lehet, hogy valami sugár meghajtása, nem? Lehet, lerobbant. Aztán ide lerobták. Hát ezt megnézem. Na mindegy, üljenek be, jó? Sajnos már nem tudjuk elszállítatni a helikopteres gépjárműveket, vagy a repülőgépjárműveket. Önök, nekem is le kéne raknom azt a helikoptervizsgát, majd valamelyik nap. Na. Jelezz, és akkor levizsgáztatom. Jó. Hol itt a kijárat? Már nem is tudom. Befoglalom kis szürke színű Maybach-ot. 14. A publiknál megállt a taxi nem megállható helyen egy barna, illetve egy babakék színű gépjármű, véletlen többen vannak. Szeretne nyugodtan jönnek ide. Bejöltem a kollégákat, jó hát, ha riasztanak majd minket. Ha nincsenek ott, uram, eljöttek. Legyen szíves egy 500-asról lemosni, köszönöm.
Elnézzük meg majd színpad felepülni. Ja, nézzünk. Alfa 01, egy gépjármű helytelen parkol. Illetve emberrablás és rablás. Ajjajjajjajjaj. Átvizsgálom a gépjárművet. Alfa 02, elnéz Pelotonhoz. 14. Jó, mondtél, hozzon egy kerékbilincset, legyen szíves. Jó, rendben. Jó, a gépjármű, ez teljesen üres. Mikor megyünk kaszinózni, főnök? Hát, majd amikor szabadságon leszek. Még nem volt ott egyébként? Én már voltam egyszer. Én nem voltam még. Egyszer sem? Nem, még nem. Kívánok. Átmentek egy piros lámpán. Láttam a két szememmel, kollégáim tanúsítják. Átmentek egy piros lámpán, megkülönböztető jelzés nélkül. Kivezetett rendőrfőkapitány úr? Nem is volt vezetett? Lámpa ott, uram. Jobbkéz szabály van. No. Uram, ott nincs is... Ne ta... szédítsen! Ott nincs is... Övé. Nem, már vissza, ott nincs piros... Ott nincs lámpa. Na jó, most? Igen. Most az egyszer. Elnézem. Hát el is nézhetje, mert a jobbkész szabály volt és senki nem jött arról. Tehát akinek elsőbséget kellett volna adnom. Ahol nincsen tábla, se, semmilyen hát útburkolat nem jelzi, lámpa, akkor jobbkész szabály volt. Hát de kiment át a pirosan. Kapitány úr, hát magánál jobban senki nem tudja.
nem is történt, hogy átmentünk volna ilyenről, úgyhogy nem tudom, mi a problémája most. Bételem. Elnézést, egy kis turálma. Szerintem végeztünk, nem? Minden rendben. Igen, mehetnek. Megbeszéltük. Ez most komoly. Hát? De ott nem is volt tábla, vagy ott, ott van egyébként izé? Nincs ott lámpa. Nincs, akkor meg... Nem látom közepelés lámpa. Idióták. Szerintem a Blake kollega leadta a drótot, nem? Hogy meg... Hagy adja. Lehet, hogy szokon vette. Vegye is. Most megkérdeztem, hogy a... Blake kollégával mi van, mert ő, amikor jöttem, ő még ugye rendőr volt, hogy tovább. Hát most is az, csak hát most esőd is. Ja, tehát ő avval az indokkal ment oda át, hogy tehát ő napközben is szolgálatban van. És hát ugye a mi kollégáink, azaz mi általában délutános műszakban vagyunk, és neki ez ekkora probléma volt, ezért átment oda. De nem tudom, én akárhogy is rutinszerűen bejöttem a papírmunkákért, tehát nem láttam volna, hogy SOD szolgálatban lenne déle után, és ha van is, akkor nem ő. Tehát akkor ez csak egy ürügy volt természetesen, de legalább ne hazudna bele a pofámba, mert azt utálom a legjobban. Na de végülis ezzel az indokkal ment át az SOD-hoz, mert hogy ennyi igazából. Na, értem. Ezek mit csinálnak? Én nem tudom, uram. Ezek közlekednek itt össze-vissza, én nem is értem. Össze-vissza. Szárta hagyják az autóikat. Hát nincsen jó vezetőjük, ennyi egyszerű a dolog. Látták az, ahogy oda befarolt ez az autó? Mondjuk ez se feltűnő, hogy az SOD-nak ott van egy autója? Összetörve. Hát igen, inkább azzal kellene foglalkozni, nem? Igen. Azt az autót megfogjuk még. Balról nem az a jelentkező? Itt motorral? Esetleg? Most mentek el? Nem láttam pont. Nem látta? Mm-mm. De ott az úr az, nem? Aki most veszik az autóját. Igen. Az viszont az volt, akit előbb üldöztünk. Rádiózza. Üldözőbe vettünk egy gépjárművet, keleti. Remélem erre jött. Igen, ott van, látom. Haladunk a rendőrség irányába. Arra? Börtön irányába. Lekagyarodtunk a színünk fele. Igen. Kezünk is. Hát ugyanez volt szerintem, de majd azonosítjuk, jó? Közúti ellenőrzés.
Alfa 01 igazoltat egy gépjárműt, ha... Hát lehetséges az, amelyik gyorsan hajtott. Maszkot vetessel már le róla, nincsen izé farsang. Megyünk oda, főkapitány, jó? Jó, jöjjenek, jöjjenek. Kettő állampolgár van, ha minden igaz, egy BMW-be, ami lila színű. Jó, mondtam én ezt, valami terepjáró. Rendben. Kivezett a gépjárművel? Én. Mindig ott ül benne valaki. Parancsoljon. Köszönöm. Tisztában van valahogy, mi rájtottuk meg, uram. Jó napot kívánok. Uram, kiszállna? Elnézést, mert itt álltam. Semmi probléma, közúti ellenőrzés, jó? Tehát ott maga a tulajdonosát a gépjárműnek a kollégák ellenőrzik. Én meg legyen szíves, én meg az ön adatait szeretném elkérni, jó? 93 Ramirez főkapitány, a rendőrkapitányságtól 64-64-es jelvényszámmal, közúti ellenőrzés indokkal legyen szíves felmutatni a szemigazolványát. Itt a személy. Tartom a személyt. Köszönöm, egy kis pillanat, amíg a rendszerbe ellenőrzöm. Nyugodtan, uram. Bármilyen befizetetten számlájai, vagy esetleg bűncselekmény körözése van esetleg? Abszolút nem. Nem tudok róla. Csinál még valamit, főkapitány? Igazoltatjuk az urakat itt. Jó, az ura, úriembernek egy születési éve egyezik, 1994-27? Menj oda, Konora, rendjét. 7. 27-es. 27-es, igen. Öné a gépjármű? Nem. Jó, jármű nyilván személyi bűnnyilvű tártásban nem szerepel az úriember. Köszönjük szépen a türelmét, mindjárt kollégák végeznek, jó? Addig kis türelmét kérem, visszaadom a személyigazolványát. Köszönöm. Jó, jelentem az úriember tiszta a túloldalt, jó? Ó, de régen izé igazoltattunk már, úgyhogy megálltak. Ugye a szerver szabályzat új pontja esett, hogyha nem vagy körözve kötel. Hát meg kell állni konkrétan. És ilyenkor fegyver is lehet nálad. De érdemes a kesztyű tartóba hagyni, mert ilyenkor ebben az esetben, ha van nálad személyi, nem fogjuk átvizsgálni a gépjárművet. Esetleg nem jártak a dokok fele? A mai nap folyamán? Nem, ma még nem. Ma még nem. Nem is nagyon szoktunk volna járni. Értem, köszönöm szépen az együttműködést. Viszontlátásra, balesetmentes utat. Viszontlátásra. Alfa 01 végzett a igazoltatással, járőrt folytatja. Alverezés Andy örmes vezérőr nagyúrra. Alfa 02, 650 járőrzést, paklézek a Nord kollégában. Hova akartunk mi menni? Közben csak izé, megláttam közben az autót. Kaszinozni jönnek? Hova akartunk mi menni? Csak közben megláttam az autót. Nem volt erbe semmi nagyon. De valamerre indultunk. Ja, a főpublikban volt az a személy, aki szeret
aki... Ja igen, fordultam volna rá, csak közben izé. Azt elfelejtettem mondani, hogy tegnap voltam a Spakli úrra, ott a kupolánál. És ugye láttunk ott, ami megfigyelés alatt van ugye ház, ugye? Igen. Láttunk ott, nagyon sokan gyülekeztek. Kék ruhások és kék autóval voltak, meg voltak másikak is még. Hát az nem a kettős. Nem megyünk tankolni, jó kollégák? Van maguknál pénz? Oké. Nincsen. $700 van. Akkor megállunk a banknál. De van ott elvileg automata. Attól függ, hova akar menni. Mindegy, amúgy is kell hozzá vennem magamnak pénzt. Ajajaj. Így legalább mi megállhatunk. Lebontották az régi izdét, uraim. Bankot. Mire gondol? Hát egy újabb fajta bank volt. Ja? Hát egy igen. Tehát át... Azért. Nyissa, kollega, az az, hogy magának is van hozzá a távjára. Jó napot! Jó napot! Azt látták, hogy ők szálltak be az autóba, szóval a szegény kérdőt. Kik szálltak? Övé volt az autó? Igen, övé kérdőt. Hát üldözném, hogyha nem lenne kevés a benyónk. De két kanyar az kifogy. Alfa 01 tankol. Bevennék gyorsan egy tablettát, mert menjem. Ezek a szemem most. Jó, akkor egy pillanat. Ez teljesen üres az a bolt, uram. Nem mondja. De ez tök üres. Na mindjárt benézek. Nincsen benne semmi. Semmi. Semmi az égben. Mindjárt jön egy pillanatra. Ja. Hm.
kutya, hogy üres. Ott van benne a lejárt szavidős izér. Cukorborsó meg. Azt néztem, igen. Biztos volt a néztem. Bezáradt a helyet. Csak az ajtót is bezárhatták volna. Egyébként igen. Megvárjuk a kollégát. Ja, jó. És visszatértem. Itt vannak, uraim! Szívesen miattok! Már nem mert fizel? Tényleg ki kell menni a városból, uram, mert ez így. Na, jelöljön valamit, jó? Tehát ilyen eldugott helyet. Ja, hát vehetnétek egy kicsit komolyabban is. Szép napot, kollégák! Vasa privát! Ilyen bungerozom! Ha nem látnak, letekerem az ablakot már. Szép napot! Jó napot! Jó napot! Tessék! Szép napot! Köszönjük kapitány úr a felvételét, nagyon jól éreztük magunkat. Alig várjuk, hogy jöjjünk. Holnap találkozunk 19-től. Sorakozó. 19-től. Ha onnan indul a 8 óra, akkor én nem biztos, akkor szabad táppénzt. Hallod, visszapillantom, befigyeld már Dominik Torettot, akkor találkozunk, nem azt mondtam, hogy onnantól számoljuk. Magam előtte 5 órával már szolgálatban van. Ahogy ne. Már most szolgálatban vagyok, amúgy önkéntes polgárőrség. Igen, titkos egység, különleges. Zöld. Jaj, Istenem. Nehéz idők fognak jönni, úgy érzem, kapitán. Szórakoztató RP volt, igen, sokat röhögtem, jól esett amúgy. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy még megkomolyodnak egy picikét a végén. Lényeg, hogy lehetőséget adunk nekik, amennyiben tényleg káosz az egész, és nem tudnak együttműködni velünk, főleg mint vezetőséggel, akkor nyugodtan, tehát engedjük el útjaikat. Ja, oké. A lehetőséget meg kell adni mindenkinek, szerintem. Azt mondjál már meg, hogy melyik az a hülye, aki ide piros lámpát tesz jobbra kanyarodásra. Mert értelemszerűen megyek, látom, hogy jön valaki, azt megállok. Nem?
Hát igen, de mivel hogy ide besorolhatnak jobbra is, ez miatt ugye nagy a karambol veszély, uram, is lehet, hogy az miatt van. Hát valószínű, valószínű. Jó, megfordulok, és akkor megnézzük azt a... Ez közel volt. Én már szinte úgy láttam, hogy neki mentünk. Igen? Nem. Hát majdnem igen. Melyik Richard lágya már rosszolgatott, tovább jó pihenést és kitartást meg mindenkinek. Jó pihenést. Jó pihenést. Pont. Hát a fenn hordja az orrát. Mert ő azt hiszi, hogy izé... Fej zöldséges. Kamboly, ja.
esetleg nem lenne gond, ha itt megennék egy szendvicset? Itt a hátsülésen. Egyen, csak nem orsáljon, mert maga takarít. Jó. Félrehúzom a bizonyos David kollégákat, akik készültek ma ugyebár a vizsgára. Még egyszer, mi volt ez? Én nem tudom, valami vizsgáról hallottam. Ha jól értettem, de nem biztos félreállította a kollega azokat az embereket, akik ugye voltak a vizsgázók. Jelöljék a fő publikot? Rádiózz, hogy indulunk. Indulunk. Jó, messzi vagyunk. Hát most igen. Ja, Zoli. Zsolt. Here.
akkor felé tudja kiváltani az iratokat. De megmondja, hogy... Ja, lelettünk ma a tarhába. Igen, kiloptak minket, elvették. Üdvözlöm, főkapitány! Üdvözlöm! Jó napot, jó napot! És hát a drága vezető hátra... Elütött! Elütötte! Ez nem igaz! Ötte! Kohóz vádak! És akkor itt a hölgy, meg a zúr elmélete, itt a másik hölgyel elkezdtek verekedni. Igen, ő megütött. Mi csak akartunk inni, főkapitány, egy fehér csoki shaken espresso-t, mert ugye magánál nem kaptam, csak fekete húszot. Igen, igen, igen. Érthető. És akkor jöttünk shaken espresso-zni, és akkor itt a tranyó felvette a kis boxerkát a kezére, és akkor megütötte a kedvesemet. Ez hazugság. Jó, azt akkor túlgyógyuló. Ez bilincs. Ezt tudja valaki bizonyítani? Gyönyörű kék, szép én. Szemtanú. Öt év kötél. Ő elütött nagyon rossz. Amennyiben ez... Meghaltam. Amennyiben ez tényleg megtörtént és bizonyított tény is a rendőrség kinyomozza, akkor sajnos Melanie ön nem csatlakozhat a rendőrkapitányságra. Nem történt ilyen, amúgy csak viccel. Nem viccelt, igen. Ez csak egy vicc volt, az ilyen április 1-i tréfa lett volna, így április 10-én. Melanie, mit szeretnél mondani? Téged el kéne hordani. Hogy igaz, hogy egy gyakorlatban megnézzük, hogy működik. Amúgy igen. Ott van a kis, ott tesztelni. Teszteltetni akartuk a kollégákat, hogy hogy... Mert előre kiképzik magukat, nagyon pozitívak igen, maguk. Igen, ez így igaz. Igen, ezt szeretik gyakorlatilag. Azt akarták gyakorolni, hogy önöket megtámadja egy boxeres elkövető, és hogyan kezelje igen. maga a helyzetet. Igen. Hát igen. Ez már kitüntetés, már kitentést érdemelnek. És a kollégák is kitüntetést érdemelnek, csak mondom, akik igen, jöttek, mert egyből megjárni, eljárni. Igen, nagyon jó volt. Hát arra voltak kíváncsiak, hogy a kollégák hogy járnak el, és maguk is így jártak volna. Lemmel hoztuk, hogy számíthatunk-e rájuk. Jött erősítés, dulakodás, fegyveres. Bizonyám. Hát igen. Nagyon ügyesek de a kollégák. De mondhatom, hogy a legjobb kollégák lesznek velünk. Tehát egy ebből a igen. Most kapott előléptetést. Egyből jött és intézte az ügyet. Gratulálunk, kollega. Egyébként a hölgynek beütött a Shaken Espresso maga mögött. Mind a háromnak, mert bajban vannak. Úgy látom, hogy pillan összemegy. Mintem te ne itt meg. Please watch where you're going! Sarkazik. Na most elriasztottad, ha? Hát akkor segítsen a másik kettőnek is, mert a végén szétroncsolja itt a... Na! Állítom, összeverik mindjárt! Előveszik a ridikőt, azt vegyen! Még azt mondja, kadét vagyunk, tessék elpáradni! Na, hát ennyi. Neked is jár a kitüntetés, köszönöm, mert nagyon jól megcsináltad köszönöm. Ezt a feladatot amúgy. És higgadtak maradt, te higgadtak. Igen. Az első is olyan higgadt volt. Az itt vagyok elment, de azért higgadtak maradt. Ugye hát, ez az alakítás, ez tökéletes volt. Csillagos. Ezért jár a taps, igen. Perfekt. Majd meglátjuk, hogy élesbe is ilyen tökéletes lesz. Persze, élesbe. Élesbe még egy ilyen meghajlás is benyom a végén. Élesbe azt mondta, előveszi a gumibotot, azt addig, amíg el nem szalad. Láttam, hogy itt a városban nagyon szaladgáltak közben. Esetlegesen, akire nem lesz megfelelő ruhaméret, nem akarok mutogatni újjal. Újjal mutogatni, ugye már? Én se. Tehát azok majd kukkantsanak már méreteket a ruhaboltban, jó? Tehát magas sarkú nem lehet semmiféleképpen. Semmiféleképpen. Jó, meg valamit húzzon. Szabó, de hogy a fogyás az nem lesz téma, az biztos. Dehogy nem, ledobom Big Pak, olyan diétát vágó. Nem, mondtam, nekem van fűzőm, majd ráaggatjuk a fűzőt, és igen. akkor majd a pici pocit, majd valahogy eltakarjuk bizony, vele. Bizony. De ha igazán jó vagy, hozz még egy fűzőt a hülye fejére is a Bobinak. Rámegyen a Big Pak-sap. Ne legyél ilyen, Melanie. Ne, nem leszünk barátnők, meglátod egy-kettő. Hát barátnők, a barátnők nem is, de kollégák lesznek, az biztos. Bizony. Na mondjuk az baj. Az még nagyobb baj. Holnap írják alá a szerződést, onnantól kezdve jól gondolják meg. Még csak-csak meg tudja válogatni az ember, de a kollégákat már nem sajnos. Hát azt nem.
szerintem fordítva is így gondolja, mert úgy látom nagyon ismerik egymást. Hát bizony. Azért. Jól beszél a kapitány úr. Sőt, az egész testület nevében mondhatom, hogy még egy középszintet nem érsz el, addig tudod, mit fogsz vezetni. Hogy beszélsz? A spongya bobot, ami ott van a ruháján, Max. Kis kedvesemről így beszélsz, na jó van. Tudja a kis spongya bobot, ez nekem is fontos. Ez egy szivacs. Ez fontos, érti? Ez egy szivacs. Egyébként kapitány, hogy kérdezzem már meg, ő mikor drága dolgot vásárol? Legyen az autó, vagy valami, ő leveszi az árcímkét róla, nem akar magánykodni, nem? Nézze természetesen. Meg ezt a balba. Ott van az árcím. Ehhez is fizette. Nem fizette ki az. Tudja kapitány úr, ha valaki nem ért a cipőköz, tudja jobb, hogyha kussol. Igen. És hát szegény az. Hát akkor mi van rajta az árcímkét? Akkor kérle. Hát azért van, hogy ugyebár azon az kimutassa, hogy hogy lopott? Eredetiség. Replika a cipő. Ennyi, jó. Mert kínaiba kell venni a cipőt. Igaz, ugye, az üdös a lába. Spat előbb panaszkodott, hogy gombás a lába. Lekaparni falról, de figyelj ide. Egyre szimpatikusabb a spakli úrra, nem? Meg kell mondjam. Azon a teklin nem az szerepel, hogy hol vásárolta? Tehát melyik cégnél? Ki az replikát, ki nem? Hol? Várjál, lehajolok. Mutassad. Átfordítom azt a címkét, hogy nézzem. Oda nyúlok. Átfordítom. Second hand van ráírva, hogy nem. Sárkány center. Mi az a sárkány center? Valami tigrisek vannak rajta, meg ilyen azért. Mi az a sárkány center? Hát az kínai, tudod. Látod még ehhez se ért, még ehhez se ért. Hát reméljük a rendőr munkájához mindennyiük jobban fog érteni, mint bármi máshoz. Mindenképp. Torpédó csapat is. Főd. Ki leszünk költözve, meg minden észre sem fogja venni, hogy mi vagyunk az. Hát reméljük. Hát, legkomolyabb brigádot kapja, főkapitányon. Elvegyülni? Eddig se sikerült. Jobb is felvesz egy baseball sapkát. De most nem, mert most nincs, hogy tudja az izé. Értem. Addig elfér lábam. Pikpak meg lesz. Azért, ha szabadságon vannak, vagy esetleg bulizni mennek, azért úgy viselkedjenek, mintha rendőrök lennének, jó? Tehát... Nem bulizunk, mi csak a munka, csak a munka. Na, hát ezt jó hallani, Lehet táppénzen leszek majd jövő héten. Hát az biztos, most mert leszázalékolnak, a hülyeséget beszélsz. Na, le van, nem kell, már most le van. Nem, hát... Kérdés, szeretnétek. Igen? Most ugye már elkezdik ezt a munkát, kollégák lesznek, és akkor így... Minden percben csak verekedni fognak, feszekedni fognak. Nem megy, hát mondjuk, hogy ez csak egy próba volt maguk felé. Még ezt ma gyakoroljuk, meg ügyesen megy eddig. Már alapból jó, mert nem szúrták le egymást, úgyhogy már jó. A következő, tudja mi lesz? Egy leütéses rablás. Szia! Aztán hagyom, hogy megerőszakoljon a baba, hogy feljelentést. Hogy megy a feljelentés? Hát, ha nem probléma, én nem nézném meg, hogy meg erőszakolják, sajnos mennem kell, jó? Na, erőt, egészséget, holnap találkozunk, viszlát! Erőt, egészséget! Viszlát, kollégák! Kollégák, én visszamegyek, jó? És akkor, aki szeretne, az még folytassa a további a szolgálatot, holnap egy szokásos időben találkozunk. Önöket elviszem akkor. Jó, én is leadom, kapitány. Ahogy gondolja. Alvarez, ön? Szerintem én is. Jó, mert akkor... jó. Nagyon faszán beálltak az új autókkal, Andy úr. Ügyesek, meg kell, hogy dicsérnem magukat. Mike kollégával. Na, köszönjük, uram. Mondta, hogy megoldották ketten szépen, ügyesbe, tuningok, meg minden. Hát igen, egyelőre azért csak a Brabuszok. Bocsánat, Brabuszok vannak csak megtuningolva egyelőre, tehát a jippek meg ezek nincsenek még. Jó, holnap találkozunk, akik szolgálatba állnak, reméljük, hogy... ennél egy kicsit komolyabban veszik a helyzetet majd itt. Bízunk benne. Mindenesetre megpróbáltam az önkormányzattól kikérvényezni azt, hogy tuning voltan érkezzenek meg a járműveket, sajnos az, hogy ez... Az már luxus. Mondták, hogy ez nem megoldható. Az luxus, aha. Hát igen.
Jól van. Ne, köszönök. Na, jó pihenést, viszlát. Remélem, ez főkapitány 10-10-et jelent. Szép estét, holnap találkozunk. Meg is jó pihenést. Ezt már macskám nem bír már a háttérrel, háttérben nem bír magával. Na, tagok, visszanézhető egyből a live azoknak, akik tagok. Köszönöm a moderátorok munkáját. Holnap jönnek Mietóék akkor a frakcióba. Ugye, aki nem értette volna azért, mert nem járt le a frakciójump, ezért nem tudtuk rájuk kérni. Még rögzített üzenetben nem tudtok, még nem maradhattok le, vagyis, hogy nem az, várjál. Ha nem akartok lemaradni arról, hogy egyből visszanézhessétek a videót, akkor már 5.99-ért tudtok csatornatagok lenni. Így viszont, ha nem, akkor csak holnap 22 órakor tudjátok visszanézni. Sajnos, de ettől függetlenül sokkal, de nagyobb előnyötök van, mert hogy ugye kapjátok a matonás dedikáló kártyát. És még plusz ajándékokat láthattok az adott leírásban. Úgyhogy én elköszönök. Jó éjszakát mindenkinek. Matula gameplay voltam, és holnap találkozunk. Cső, hello mindenkinek. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you.